Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, kedv van, meleg 17 fok, és jön a kánikula. Állítólag, hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, itt vagyunk újra veletek, és egészen 10 óráig itt is leszünk. És gyerekek, nem vicc ez a 30 fok, hát tegnap is nagyon kemény volt, ráadásul ma már 17 kor a reggel, tehát az első olyan nap, hogy reggel kiléptem, és nem volt csípős a reggel. Azért az mindenképpen. Erőltetted ezt a dolgot, jelezted a jó Istennek többször is, kis, hogy hívják, vékony, rövidújú pólókkal, hogy most már ideje lenne most a nyárnak, kéne valami és már csinálni. Vette is a lapot. Hát ma lerohad mindenkiről a gatya. Az jó. Biztos. Mondjuk egy darabig azért a jóisten ellenállt. Ha igen, ezzel látszódott rajta, egy igen. Pólóban. Akkor bejött, bederesedett könnyökkel. Hát igen, gyerekek. De most már viszont megéri. Megéri viszont pólót venni, mert jó idő van. Ennyi. Ennyit tudtam elmondani. Ennyit az időjárás. Nem beszélek. Csak beléptek a Skype-omra egyébként. Na, mi újság? A Skype-olgassát csak akkor. Megindult a bringás élet a reggeli jó időnek köszönhetően. A hülyéknek mondanám, hogy az autósokkal vagyok. Biciklicsként. Aha. Gyerekek, ma olyat láttam, na, hogy az megőrülsz. Jövünk le, ugye, mert rendesen közlekedünk az a sporttársakkal egyetemben. Van egy felüljáró a körúton. A milyen körút? Az ott a Árpád hídtól. Sose Robert Károly, köszönöm. Robi. Átmész Robi a Robert Karcsi. Károly ezen a felüljáron, és ha egyenesen akarsz jönni, akkor egy sávot ki kell jönnöd. Mert igen. Van egy sáv, ami fölmegy az M3-asra, tehát egy sávot át kell menned. Igen. Ott kemény az autó. Forgalom, testvérem a kerékpározásban jön előttem, annélkül, hogy bármit csinálna, de nem teszed ki a kezed, nem nézel hátra, semmi, fogja magát, és egy sávot kijön, ugyan vészfékezés volt az autó között, és mindig azt mondják, hogy hülye autós, köcsög autós, szemét autós, aki nem figyelsz a bringásra, hogy én értek mindent, de ne üttesd el magad, te barom. Tudod, mi van egyébként, hogy kimondtad a kulcsszót ebben a problémában, mégpedig a sportásod, hogy sokan azt gondolják egyébként a kerékpárról, főleg így reggelenként, hogy ez egy sporteszköz. Nem. A városban nem. Nem, az egy közlekedési eszköz, és hogyha egy közlekedési eszközről beszélünk, akkor akár tetszik, akár nem a kerékpárosnak, mondom ezt én is kerékpárosként elsősorban, hogy a kerékpárosnak is be kell tartani a KRESZ ide vonatkozó szabályait. Úgy kell közlekednie, mint minden más közlekedési eszközzel haladó jó embernek. Ez most csak azért mondom, mert az utóbbi időben megint megy az... Igen, megint ne, megy ne, az... Ne, 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 Lári Fári, így sportolgatunk, érted? Hallod? Mix sportolgatás, Lári Fári, érted? Fölpattanunk a bringára, csak úgy sportolgatunk, nem sportolgatunk. Azért, mert az utóbbi időben megint megy ez, hogy izé a hülye autós sose figyel a bringásra, hát így mondjuk nehéz, amit te ma lenyomtál, remélem még élsz, és egy nehéz tolerásra tenni, ahogy az autósok állnak a piros lámpánál szépen sorban, és várják azt a bizonyos jelzést, hogy megindulhatnak, és mellettük elhúz egy kerékpár, gyung, így át a piroson. És én is számtalanszor látom ezt. Tehát, ott legalább az a sor nem üti el, ami áll. Csak a keresztbe jövő. Csak a keresztbe jövő. Ez az ő dolga, nem? Hát igen, de hogyha te jössz pont keresztbe és elédeség egy brigád, akkor már nem csak a te dolgod. Meg ha nyolc egy satot, aztán hátulról beléd rongyolnak reggel fél hétkor. Azért nem olyan vidám, igen, így kezdeni igen. A napot. És na jó, simán lehet, hogy a kerékpáros már sehol nincsen. Neki. Most megneveltük őket. Most jönnek a nyugdíjasok és a gyalogosok, tessék. Ma folytatom, mondtam, hogy én is bringával jövök, tehát én biciklivel. Már megint? Hát, ma is? Kettő. Veszélyesen élek, mi? Feri, ne csinál. Hát most már egymástán kétszer biciklire ültél még a végén. Kicsit több már. Hogy a fáradt, hát a végén még tényleg igazi bringás lesz. Én szoktál, szerettem. Hát feltörik a popód. De tényleg, nehogy aztán baj legyen, ülj vissza az autóba, nem kell neked. Itt erőlteted ezt a futást is, a múltkor, meg most is, ne. Napközben nagyon jó, mert mész a belvárosba, és már a miniszoknyás lányok között. Ne, szépen ülj vissza az autóba, az biztonságosabban nem lehet baj. Nem tudsz úgy nézelődni. Vagy a miniszoknyás lányok vannak rossz helyen, vagy te, Feri, ja, értem már a bringát, persze. Viccelsz? Meg tudsz tűzni? Lehet drinkelni, már most reggel, nem lehet. Most reggel megálltam egy felesre, nyilván, igen, vagy persze. Vassza. Nem be vagy, mindig be vagyok. Hát. persze. Már megyom. Ha reggel megállsz, egy kicsit hideg van a bringát. Becsületesen, így kell azt csinálni, vagy kora reggel.
Így van. Nem lassan, hosszú út, röviden. Sik! Így néz, csak mutatom. Gyorsan bevágod, és akkor már jó a... Hát de miért? Hát zenész vagy. De mi a meglepő? Ezen észre kiindítják a napot. De ők még hatkor nem isznak, hát, mert alszanak. Hát soha nem felejtem a régi rádiónkban, reggelen, szinte minden reggel, most komolyan mondom, annyira kellemetlen volt, mert hogy ismertem egy nagyon jó nevű zenészről volt szó, egy ismert rockzenekarból, minden reggel, amikor mentünk be a messzi távoli rádiónkba, reggelenként, mert bőven hat előtt, ott álltak is non-stop előtt, és már tekertele. Tényleg? Van, de az egyébként nem is kell nagyon zenésznek lenni, nem? Hát azért az sokan csinálja. Hát igen, de szegény. Basszus gitáros, most már idős. Szegény, hát ez miért szegény? Hát ő döntött úgy, hogy odaáll, nem? Igen. Hát igen. Jó, mert ő ilyen lendületes indított a reggeleket. belehúzott egy fél megyen. Na és mi volt? Szabringára ültél, hogy miniszokkes csajok vannak a városban? Majd, igen, napközben már nagyon jó. Tekersz a bringa úton, ami mellett a gyalogút van, és lassan mész, és nézelődsz, ennyi. Ha, most én is behozom csomagtartón a biciklimet. Tök jó, megállsz itt kint a külső parkolóban. És akkor én elmegyek egy kört, elmegyek a Nagyvárat térig meg vissza. Kell, dehogy is, csak ott kint megállsz, nem állsz be ide teljesen, ahova beszoktál, és ezt a szakaszt, ezt az 50 métert beteker, beköszön. Gyerekek. Hello, srácok, bringával vagyok. Nekem zéró sikerélmény. Zéró. Mi a bringázás? Ma megint átnéztem egy lányra, hátra kapok egy mosolyt. Semmi. Undokul beletúrt az orrába, mondom, nem, fú, köszönöm, nem kérek belőle. Befelé fordult se közben? Egy mosoly. Nem, úgy, hogy benyújt az orrába, mondta, jó, de talán jobb is, hogy egy akció közben nem nézett át. De átnézett, én átnéztem, tudod, és helyes, mondom, hátra kapok egy pillantást, így kora reggel, mert úgy érzem, hogy na, még mindig a csúcsa vagy, Pali. Átnézett nem is kezünk. Oh. de ő is ugye a bal kezével túrta az órát, és nekem a bal oldalomon állt, tehát nem láttam. És mondom, na, kis csibe. Nézd ki át ide be mellét. Dob már át egy pillantást Pasinak. Hagyj indulja jól az a reggel. És átfordult így rám, ő ugye jobbra fordult, és én akkor tettem észre, hogy a bal keze az erősen tevékenykedik. A egyesbe raktam gyorsan. Ha, igen. Aztán észre az téged, és megindult a középsúlya fölfelé. Igen, és a homlokát elkezdtem azírozni a középsúlyával. Nem tudom, nekem ez gyerekek, ez nem öregszem, vagy én vagyok az öregszem, nem tudom. Vagy csak korra reggel van. Mondjuk ki gyereket egész nap. Mondjuk, lehet, hogy ezért nem néznek a csajok. Az a baj, hogy te gyereket. Lehet, hogy már ezért nem néznek a csajok. Egy pillantásom nem volt az elmúlt 3 hónapban. Semmi. Semmi. Lehet, hogy tudják, hogy két gyerek. Grimaszolsz, mikor átnézel? Ne. Mert én azt kinézem be. Valami, igen, ilyet. Igen, fogom a két szem, lehúzom, közé nyúlok, és hozom az orrom. És sőt, kiszállok a kocsiból, megkerülöm az autókat, és be... És beugrom az ablakon. Nem csak ilyen, egyszerűen csak várok. De nem azért, hogy most én learassak bármit, csak egy mosolyt. Semmi. Nincs nagyon, semmi. Nincs nagyon lefóliázva az autó. Elöli. Lehet, hogy ez a baj. Tudod. Lehet, hogy ez a baj átnézel, egyébként. Átnézel, ő is átnéz, nem lát semmit. Lehet, hogy igen, nézek, ő se lát, én se látom. Te meg dühösen gáztatsz, a parasztok. Az a baj a gyalogosokkal, hogy ők még azért néznek rá szépen, hogy vedd föl őket. De aki már autóval megy, az már nem akar átnézni. Aha. Mert neki már nincs szüksége arra, hogy fölvegyék. Ők már nem puncsolnak. És ha lerobbannak? Tessék? Ha lerobban, értem, hát, akkor te vagy ez a jó csaj, lerobban és éppen kereket cserél, hát ezt itt csak ilyen COVID rendezésben láttam, igen, még. Tehát ez velem nem történt meg soha, hogy kiszállok az autóból, mondjad, babám. Ez nagyon üveg tigris. Igen, egy mini szoknyás Szabó Erika, tudod, ráhajolva a motorháztetőre, nagyon-nagyon-nagyon kicsit banja, tudod, a szexi banja. Tehát nem a Gyuri bácsi is, hanem csak egy picit banja. Tehát pont oda képzeled a dolgot. Olyan szexi banja. És egyszerűen semmi, gyereke. Neked integetnek? Meg mosolyognak? Meg minden? Ezért kell bringával járni. De nem az, hogy Feri kerül ki, hogy be vagy rúg, és de az is benne van, de nem. Mert ha ugrasz, akkor tudod. Nem az van, hogy integetésnek véled, de ők csak elugranak és védekeznek? Ha ugrasz, akkor nem őszinte a mosolyod. De rám igen. Tudod, mész, oda mosolyog egy kedves kis hölgy. Na jó, holnap behozom a bringámat. Nagyon, itt tekerj egyet, csak tényleg a Nagyvárad térig. Lemegyek a bringásig, lemegyek a Nagyváradig meg vissza. Jó, 10 után. Itt elütnek az izénél a kereszteződésbe elütnek azonnal. Ne, hát egyszer szükség. Hát várjál, ne elmész a Nagyvárad térig. Hát 2-3 frissítő állomást azért raktunk már. Jó, szervezik már valami, nem volt legyen. Gyerekek, nekem nem a kondimmal van bajom, csak én nem szeretek bringázni annyira. Illetve a gyerekkel hétvégén, de hát én messze lakom. Hát én egy 26-ra lakom.
Azért tesó. Egy óra. Azért ezt még te is megérzed. Mi? 5-kor. 26-os? Persze. Egy 26 az ékkor a reggel bejövök, én izzadtam büdösen, csatakosan. 5-6-ig. Tessék? 5-6-ig tekersz. Egy óra alatt bent vagy. 26. Na jó, másfél, ahogy tetek. Ahogy én tekerek 16 perc. Ja. 16 perc, igen. Amíg a kapuig kimész. 16, amíg felfújom a kereket. Illetve megtalálom a pumpát a garázsba. Fél álmosan, 3:45-kor tudod, hogy hol a pumpa. Rohadjál, meg nem kereslek. Hol az autóm? Tényleg, gyerekek, ma, ha kimegyek az utcára, elmondom ma, hova megyek. Elmondom ma, hova megyek. Ma elmegyek Aquin Fu felé. De elmondod ma, hova mi? Na. De ma mondod el, ahová? De ma nagyon elmondom, hova megyek. Elmegyek Aquin Fuba. Jó. Igen. Aquin Fuba? Aquin Fuba. De merre mész Aquin Fuba? Mert most jelen... Budai alsó rakpart, végig 10 óra után. 10:30-kor leszek a Petőfi híd környékén. Aha. Tehát melyik valaki hídon mész? Valaki egy mosoly dobjon már nekem. Petőfi hídon mész? Petőfi hídon átmegyek, Budai rakpart, végig. Ja. Római teniszakadémia, vissza, munka, stb. Valaki. Jó? Valaki mosolyogja vissza. Jó? És ne bányászom közben. Az is jó. Csak éreznem a szeretetet. Aha. Az is jó. Szia, már. Igen, csak nem tudod, hogy kinek szól a szeretet, az orrának, vagy nekem. Hogy talált valamit. Hát, vagy nekem. Igen. Na mindegy. Szóval bringáztok, ez jó. Tegnap este elgondolkodtam, hogy mi lenne. Mondom, olyan későn sötétedik, mondom, felugrok a bringára, kitekerek hozzátok. Hozzánk? Aha. Nagyon szerettem komolyan volna. Mondom, miért nem jöttél ki? Valamit. Vagy igen, hát a kidobnak egy kulacs vizet, vagy nem tudom, nem. Valami kilocsol. Hát mindig van a kutyának egy ilyen kis tálkint a kapu előtt. És azt mondja, hogy átmentem volna, hát ha valami kis izé is van, száraz, valami kis ropogtatni való. Érted? Anyósom kutyának van kint egy tálkint. Mi ez a lefigyelés, hallod, Viki? Látom a kis bringádat. Dog biscuit. Ó, ezt nekem tették. Miért nem jöttél át? Figyelj, kint ültem 8:30-ig a gyerekkel, bizét váfonyát tettünk, beszélgettünk, Viki is ott volt, ilyen kis családi esténk volt, tök jó, simán. Gyere, nem is kell szólnod, otthon vagyok minden este. Na, felugrok, áttekerek, iszok valamit, visszamegyek. Az, hát az egy jó túra hozzánk, de megjárható. Egyre nagyobb bajom az egyébként, hogy már pont gondolkodtam ezekben a vidéki állomásokban is, hogy például... Hát azért Sopronba letekerni, vagy eltekerni. Ne. Mondjuk az ízzel a Kecskeméten. Hogy de nem a Kecskemétről akarok beszélni, hanem a Balatonról, hogy a Balcsira hogy a jó Istenbe tudok lemenni? Hetesen. Hát, én tavaly lementem. Hetesen. Jó, de neked azért, bocsánat, tehát a Velencei tóról picit egyszerű, mint Lőrincről, érted? 13. Igen. Kerületből lementem a Velencei tóra. Az M0-áson minek álcázzam magam? Hát bejött. Vigyek még magam mellett jobb kézzel még egy kerékpárt, hogy meglegyen a 4 kerék. Miért kéne kimenni az M0-ás, amikor idáig be tudsz jönni, innen megy ki a hetesre a bringa út, és ott szépen elkezdesz tekerni. De nem is átmész a Lágymenyőstén, és rámész a hetesre. Na, hát ezt mondom, hogy egér út végig is föl a hetesre. És onnan lehet menni végig kerékpár. Bárhol lehet persze menni, csak nem autópályán nem. Csak gyorsan menj. Igen, egyébként a nulláson is lehet, ha elég gyors vagy. Nulláson, autóton, aztán autópályán nem, de egyébként sima hetesen te nyugodtan letekerhetsz, mondjuk összefosod magad, mire leérsz, de egyébként mehetsz. Miért? Tervezed? Tessék? Hát ideig igen, terveztem, de mivel le lehet menni, ezért nem megyek. Figyelj, én útba esek, gyere be hozzánk, kapsz egy málnafagyit. Vizet? Málnafagyit, egy kis maradék áfonyát, illetve a kutyatájából egy kis igen izotóniást. De nem tényleg, ha bejössz, én feltankollak mindennel. Tehát, hogy beugrasz, én ott útba esek a hetes felé abszolút. Tehát, hogy bejössz, ezzel a Kecskeméttel kacérkodtam, hogy a jövő héten megyünk kitelepülésre Sopron, utána pont Kecskemét, csak az a baj, hogy Kecskemét után jön baja. Tehát, hogy akkor az már így... Nem tudod visszahozni a bringát. Igen, meg bajáról salgót tarjál. Tudod, kemény. Tehát, hogy egy ilyen izé lenne, egy túrta hangfény. Hát figyelj, lemész Kecskemétre, vagy elmész Kecskemétre, hogy megharagudjon Kecskemét, visszajössz, amikor én jövök vissza a Siófokról, akkor fölvesznek és elviszlek bajára. Annyi, hogy én reggel megyek Kecskemétre autóval, ne én üsselek el, jó? Mert az elég nyomorult lenne. Vagy látok ott egy kis pontot ízadva, nagyon teker, tudod, hogy beasszom, mert fél. Tessék. Én visszamosolyognék. Egyébként. Én mosolyognám, visszamosolyognék. Szia, Balint! És a következő pillanat végül véletlenül elütnél. Mondjuk engem nehéz nem észlelni, annyi mindenféle világító, meg fényvisszaverő cucc van a kerékpáron meg rajtam. Egyébként neked Lőrincről az M5-ös mellett az 5-ösön Kecskemét, az pont útba esik. Nekiugrasz, ha elakadsz valahol, akkor én viszont felszedlek. A bringádat bedobjuk a bokorba, visszafele felszedjük. Vagy leállítjuk valahol. Tehát egyébként tényleg szólsz, hogy hol vagy, nem elfáradsz, akkor én felszedlek, mert valószínűleg a Kecskemétre egyébként reggel megyek.
Balit vagyok, vecsésen, kicsit beállt a lábom. Nagyon korán jön már az a savasodás az én koromban. Igen. Na, ha már. Legyen kövér. Igen. Hol van? Jó. Hol a helyszínek, dátumok, időpontok? Így van. Nagyon jó, ott van. Gyakorlatilag körbe van Tacepa. Gyerekek, nincs hiba a szerkesztésben. Megpróbáltam belekötni, de visszapattantam. Azt mondja, hogy Sopron, ugye egy hét múlva, illetve pontosabban már nem is egy hét múlva, jövő héten hétfőn kezdünk Sopronban a nagy Morning Show-s turné, Deák tér május 11-e. Ez az a tér, ahol mi már egyszer voltunk, vagy helyszínt változtattunk. Ezt a soproniak, drágák, írjátok meg nekünk, hogy ugyanoda megyünk, ahol voltunk két vagy három éve, vagy a Deák tér egy másik tér. Jó. Akik voltak ott, azok tudják, hogy hol voltunk három évvel ezelőtt. Kecskemét csak, hogy nehéz legyen megjegyezni, szintén Deák tér. Jó, jegyzeteljetek. Ez ugye egy hét múlva, aztán Baja, Tóth Kálmán tér. Micsoda lázadok, ők a Tóth Kálmán téren várnak minket. Salgótarján főtér, május 14 csütörtök, és Budapesten zárjuk majd a turnét jövő héten. Pénteken, május 15-én a Fehér úti bejáratánál az Árkádhoz leskáznak. Gyerekek, így néz ki a turnénk. Jó, de mondjuk majd még a helyszíneket, tehát Sopron, Deák tér, május 11, jövő hétfő, nagy országjáró turné. Így indulunk. Honlapra, Facebookra, mindenhol fel fogjuk tenni, és számtalanszor fogjuk még mondani ezen az elkövetkezendő héten, meg majd szólunk a Csabilak is, hogy ő is mondja. Mondja, piros is mondja mindenki. Az is mondja mindenki. Így van. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a mi korán kelő törzs hallgatóink. Jani, ha fonyódra lebringázol, adok vizet. Ezt Rita küldte. Rendes vagy. Hello Balázs, ezt küldöm neked Pécsről, sok-sok smiley el, Andi, köszönöm szépen. Aztán Balázs, szomszédokat látta, disznóölés, durva volt. Azt hittem, hogy megszúrják el, szerencsétlen. Tegnap lemaradtam, már a Derikre értem oda, és nagyon ostoroztam magam, csak nehezen tudtuk a picit letenni, és volt egy kis küzdés. Mire már az M3-ra kapcsoltam, gyerekek, addigra már Derik. Derik ment sajnos. Azt nem annyira bírom, mi? Miért nem veszed föl őket? Savanyodott szagú öregek ott. Nem mondd már. Tessék? Nem mondd már, miért? Mert valamilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon rossz nyomasztó. És újra szinkronizálták a Deriket, amit kikérek magamnak. Észrevetted? Nem érdekelt. Ja, régit se szeretett. Találtak valakit, aki kompatibilis vele, mondjuk Fizimicskában, Táskerben, Tilla? Megműtette most már táskáit, nincsenek. Igen. Vagy nem akarák. Azt írja valaki, hogy mondtam, hogy ma merre megyek, hogy dob egy mosolyt, azt kérdezi, hogy nézel ki, csak hogy felismerjelek. Jó, korrekt vagy. Na, dobok neked egy virágot, mondjuk egy ánuszrózsát, írja nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Aztán azt mondja, hogy Jani, ne? Ez a basszerus, gitárosra vonatkozik, de az már nem. Igen. Amúgy igen. Igen. Bali, te már leszálló ágban vagy. Azokat a mosolyokat, amelyeket vársz, már az öcséd Bence gyűjti be. Írja egy hallgató. Csak nem érti. Rám? Miért? Hát, mindenki után. Ki vagyok? De bántsátok a családomat. Az öcsémet. Mi egyek vagyunk. Azt mondja, hogy... Kellett volna egy Hari? Bari, a csinos lányok kocsiból kérdezi. Igen, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy szia Feri, te életedre egyszer rúgtál be, azóta szinten azt tartasz? Persze, igen. Kérdezi egy hallgató. Még gyerekkoromban 4 éves voltam, tudod, a pálinkás kenyér miatt van. Azóta tartom. Milyen primitív esemesek jönnek még, igen. Na Bali, erre varjál gombot, csak Diana lett a kis hercegnő egyik neve. Mondtam én. A harmadik. És én ennek örülök. Nem, azért bizonyos tekintetben igazad volt, mert hogyha megfigyeljétek, ugye Charlotte Elizabeth Diana. Az Elizabeth, gondolom, a főnökasszony kiadta. A főnökasszony, mondta, hogy jó gyerekek, itt vicceskedünk, bóckodunk, meg fogadgadunk, meg bóckodunk. Azért ott én érzek némi kompromisszumot, tehát nem Charlotte Diana Elizabeth lett, igen, hanem Elizabeth, igen. Diana. Azért az öreg asszony odavágta magát, hogy azért. Tudjuk, ki te, hogy... királynő? Kinek a házában laktok? Hol laktok? Igen, szóval, hogy Elizabeth, de Diana, az egy olyan szép gesztus egyébként, hogy a Vilmosék anyukája után Diana lett, és Katalin is szerintem nagyon hajaz Dianára, tehát hogy olyan népszerű, annyira szép, annyira szeretik. Ez nagyon, nagyon szép gesztus szerintem. Na, jól van, kezdjük el. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Igen? Ja. Tegnap volt egy érettségizőnk. Ugye magyar érettségére készült a játékosunk. Elkaptuk. Nagyon jól indította a játékot, aztán ő volt az, aki bedobta az igent. Igen, a Ferinek volt egy ne, de az ugye nem számít, és utána viszont volt egy igen, az viszont meg már igen. Majd mindenképpen rakjál már egy kis kávét a szirupodba, jó? De nekem,
Szereti ja, az édes szereti. Ha háromkor kelek, akkor össze-vissza beszélek, igen. És össze-vissza mozgok. A három óra óta vagyok megint fönt, és túl mozgásos vagyok. Picit ilyenkor mindig néz ki jobbra, csak így bolincsál, és utána minden visszabolítok, hogy igen, tettél már bele. Igen, mert Balázs a rizsziruppal meglehetősen bőkezően bánik. Szereti. Na, jó az íze. Olyan, mint az aranyhal, ilyen egyperces memóriám van. Na, tettem már be. És úgy nem tettem be. És újra teszek bele. Boldogát tettem már? Még nem. Akkor magamat. Ja, még ez, ja, nem. Akkor. Magamat, igen. Na jó van. Drága hallgatók, hát akkor essünk neki ma reggelnek. Jó, mindenki lazán öltözhet, jó idő van, kánikula lesz ma. Úgyhogy... Kánikula, azt mondtam, nem külön, igen, és mit akartam még mondani? Ja, hogy jelentkezzetek játékra, jó? Aki megalázna bennünket, tegye meg verbálisan, SMS-ben, valakit hívunk majd, hogy játszom velünk, Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hello, drágák, itt vagyunk, és játszunk valakivel. Közben már jönnek az SMS-ek, köszönöm, hogy megírtátok, pont az Árkádban leszek. Igen, jövő héten pénteken egyébként, reméljük ott vagy. Május 15-én megyünk majd, ott zárjuk a turnét, ez ugye a budapesti állomás. De a Fehérúti bejáratnál nem ám akárhol. Bizonyám, ez a Fehérúti bejárat, de a legfontosabb, hogy Sopronban kezdünk a Deák téren május 11-én, jövő héten hétfőn. Jövő héten hétfőn. Na, azt mondja, hogy aranyér panassza, hová menjek, segítsetek, kérdezi valaki. Hát, szerintem Dokihoz. Panaszkodni náluk is panaszkodhatsz, de kezelésképpen válaszd az orvost. Igen, 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 igen. Meg a Lukas Párna, az állítólag segít. Hát, egy darabig. Valamelyen. Nem, az segít, ha leülsz a földre és húzod, mint a kutya, az egy ideig segít. Igen? Igen. Igen? Mert nagyon égetően viszker. Minden, ja tényleg. Vagy az is jó, hogyha úgy csinálod, ahogy a cicák csinálják, a nagyon ügyes cicák, hogy a két hátsó láb fel van emelve, és a két első fel. Ha nem volt még aranyered, csak. Nem éltél igazán. Figyeljetek, legnagyobb megdöbbenésemre valamelyik nap az egyik barátnak az autójában. Nem. Illetve kiújult, de visszagyömöszöltem. Hogy... Ettől féltem, hogy kihújult megint. Vagy valamelyik, illetve az egyik barátomnak és nagyon jó barátomnak az autójában megláttam. Mit? A sofőrülésen egy ilyen Lukas Párnát. Nem kérdeztem rá. Nem kérdeztem rá, hogy mekkora bajom áll. Tudod, mi van az aranyére? Mit mondanak a dokik? Na? Hogy ezt vissza kell tenni? Persze. Te magadnak? Igen, nem kéred segítséget. Hát doktor érte. Zsül, ha belefér az időkbe esetleg. Zsülnek belefér, éppen, de hogy aki ért hozzá. Éppen ott főz az anyósod, akkor meg... Mama? Nem, azt vissza kell tenni. Mama, ha a pasztával végzett, és a mosók kezet előtte. Ránézésre tájlat ellen. Nem, az van, hát ez egy orvosi dolog, erről lehet beszélni. Tehát ez nem rossz, meg nem bántó, semmi dolog nincs benne. Illetve persze nyilván rossz, de hogy ezt vissza kell tenni. Tehát van aranyered, akkor azt ott vissza kell. Vissza kell finoman tenni, igen. Hogy ez ott belül pulzáljon, ne kívül. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Uh-huh. 1-0-ra vezetünk, gyerekek. Hát akkor itt az ideje, hogy 2-0-ra vezessünk, nem? Hát ez szerintem. Így legyen. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Pista! Igen. Pista, István, melyiket kedveled? Inkább a Pisti, azt jobban szeretem. Inkább a Pisti. A Pista az olyan urambátyám, vezérem, szőröm, nem? Igen, pontosan. Pistukám! Pista bátyám. Igyunk meg egy jóféle sörítalt, Pistukám. Az olyan. Okay. Igen. A Pisti az olyan barátságos. Igen. Honnan hívtál minket? Hát én most itt állok az M3-as-1 pihenőbe, egyébként Kisvárdára tartok. Árut szállítok, ilyen műanyag dolgokat, konténer, fraklapot, ilyen dolgokat. Az jó. Igen. Kivel szeretni játszani? Én veled, Balázs. Úgy érzed, hogy mérjük össze? Hát figyelj, és már nagyon régen egyszer játszottunk. Na, és mi történt ott? Akkor elvertelek. Tényleg? Úgy gondoltam, hogy kívlak, hogy egy revansot tudjál venni, ha szeretnél. Tehát egyszer már fölbe döngöltél, most ott van a kis fejecském, aki éppen mászok ki a földből, és most újra ott vagy fölöttem, és ugrálsz. Ugrálni akarsz a megalázott fejemen és testemen. Korrekt vagy. Nagyon barátságos. De hogy nem volt elég egyszer megverni azért? Vagy...
Hát gondoltam, hogy hát ha akart egy revansot venni, mondom, most már eltelt jó sok idő, akkor... De neki ez nem jutott eszébe a Balázs, csak nem, mondom. Egyébként tényleg hát nem úgy kell tenni, hogy de jó lenne, ha Pisti ma. Hívna. Ma a Pisti fölhívna. Kap egyet. Jó, egyszer-egyszer megriadt az utóbbi két évben, és este két évben. Pistene! Pisti! Tényleg volt ilyen egyébként. Jó. Hát nézzük meg, mire megyünk egymással, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, szeretnék kérdezni? Hogy nyertél a múltkor? Emlékszel? Mi történt? Hát, arcoskodtál, én meg így belelöptelek a gödörbe. És betemettél? És betemettelek, pontosan. Na, mit csináltál a hétvégén? Hogy telt a hétvégén? Én 24 órás horgászaton voltam. Horgászaton? Pontosan. Mit fogtál? 4 darab gyönyörű szép pontyot. Ilyenkor visszaengedi őket az ember? Hazavittem. És? Jó halászlé lesz belőle majd hamarosan. Ki csinálja meg ilyenkor a halászlevet? Édesapám. És te tudsz főzni? Próbálkozok vele. Az mit jelent? Hát kisebb-nagyobb, hogy mondjam, dolgokat meg tudok csinálni, de inkább azokra hagyom, akik értenek hozzá. Hallod a mondatot? Igen. Na minden segít neki. Végül a feje is kifért a babának. Nem sietett? Igen. Hagytam, hogy végigmond, de basszív nem voltál. Úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Nagyon erősen, kicsit nem tudom a múltkori milyen volt, de ezt most megadjuk. De hát Nehéz szülés volt, igen. Nehéz szülés volt, de nem voltál passzív. Pedig még akartam is kérdezni tőle. Mi lett volna a kérdés? Nem lehetett érezni közben. Máma lesz a Juventus-Real Madrid meccs. Most szerintem sima Real. Most sima Real. Bízok benne, nagyon-nagyon szeretném őket. Úgyhogy jövő nyerjenek. Szerintem egyértelmű. Pisti, na, megvan az ajándékcsomag, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Valikám 2-0. Jó. Fölírtuk a számodat, hogy a következő másfél évben ne tudjál becsörögni. Jó. De gratulálunk, egyébként jól játszottál, tehát megérdemled. Köszönöm szépen. Köszi a játékod, ügyes vagy. Én is, köszi. További szép napot, sziasztok. Hello. Ciao. Hello. 24 órás horgászverseny. Úr, egy gyönyörű. Egy órára terveztük, de nem fogtunk semmit, abból lett 2-3. Az utolsó órában. 24, ott ülni 24 órán keresztül, nem. Aludhatsz közben? Nem. Nem is aludhatsz? Ki figyeli akkor a izét, a úszót? Hát egy alszik, egy figyel. Ja? Nem? Vagy ketten vagy? Csapatban vagytok. Mennyi mindent lehetett volna kérdezni Pisitől, ha kicsit könnyedebben mondja el azt az egy mondatot. Igen, ott a végén. A végén, igen. Na jól van, 7 óra után jövünk vissza, egy érdekes témával folytatjuk, Jani már tegnap felvetette, és most egy picit utána járunk a nem azt mondom, hogy a szomorú magyar valóságnak, de hát minden esetre érdekes a dolog, mert hogy... Az évszázad rablása zajlott le Rékasi Károly kertjében. Rékasi Károly, igen, kertjét kirabolták. Az egész onnan indult, hogy egyszerűen csak vidáman kitett egy Facebook posztot, hogy milyen szép lett a kertje, nem? Így van, így történt, és hát aznap este már meg is látogatták többet. Akik a képek alapján megkívánták ezeket a virágokat, és hát lába kelt egy kép petunia. Igen. Tehát már szegény. Azt se szabad kitenni, hogy milyen nem, szép a kerted, mert azonnal a követőid megnézik, még az este oda mennek, elvisznek mindent, ami mozog. De az ellenkezőjét nem kell félni. Tehát, hogyha ilyen kopár, lelakott, ápolatlan kertet... Hogy beültetik? Hát igen, kertet posztoltak, akkor nem fogják este beültetni. Majd Karcsi egyébként kirakta a Facebookjá posztjára, vagy kiposztolta, hogy hát milyen szomorú, mert hogy ellopták a virágait, mire megkapta, hogy mit kapott? Igen, hogy ez legyen a legnagyobb bajot, hogy ellopták a kertetből a virágokat, aztán kiderült, hogy milyen színész. És igen, tehát abszolút... Istenem, rugjunk bele még egyet. Tehát ez a történet abszolút leképezi tényleg a magyar valóságot. Kiraksz egy képet ártatlanul, utána ellopják, majd megrúgdosnak, hogy kiraktad, egyébként meg mély nyávogsz, hogy elvitték a rózsádat, másnak meg az a baja, hogy beteg a gyerek. De ráadásul nem is anyázott. És rossz színész is vagy. Igen, de még ez is. Egyébként valahol vicces, valahol nem is anyázott, azt mondta, hogy az illető becsöngetett volna, ő még szívesen adott is volna neki a virágokból. Na, hát felhívjuk Karcsit, hogy utána járjunk a dolognak, kicsit együtt sírunk, együtt nevetünk, úgyhogy Rékasi Károllyal jövünk. Ákos, hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hol a kicsi? Kiment szerintem valamiért, vagy kávét főz, vagy pénzért ment. Szerintem most végre leért a rost. Most végre. Nekem mondja, hogy 4 napja erre vár, de tudom, mindig oda, hogy Bali, valami olajat adjál már, kövi rózsacseppet, vagy mondom. Sikerült? Megvan? Persze. Na, itt vagyunk. Az a baj, elfogyott Ferinek ez a jó lanolinos krémjei. Szárazok vele. Ebben csusszan. Gyerekek, hát mondom, egyetek több rostosat. Egyetek több rostosat. Na, itt vagyunk, és mondjuk a turné helyszíneket, mert hogy jövő héten indulunk, mi már nagyon várjuk, reméljük, hogy ti is. Leginkább nyilván azon város lakói, ahova megyünk, de mindenkit szeretettel várunk, ha valaki átugrik egy másik városból, mondjuk a kőszegiek szeretnek bennünket, és jönnének Sopronba, vagy Szombathelyről esetleg. A szalkaiak átugranak mondjuk Sopronba. Például így van, vagy miskolciak jönnének Sopronba, akkor tegyék meg. Május 11-e, Deák tér Sopron. Itt indulunk, ez ugye jövő hétfő, és aztán Kecskemét, Baja, Salgótarján és Budapest. Mondjuk minden nap az aznapi helyszínt, jó? Tehát jövő hét kedden Kecskeméten leszünk a Deák téren, és aztán Baja, Salgótarján. Így néz ki tehát a turnénk, a legfontosabb pedig ugye a jövő hétfői állomás Sopron, mert hogy ott kezdünk a Deák téren reggel 6 órakor. De egyébként már a részletes helyszínek, az ismertetés az fönn van a Morning Show Facebook oldalán is, illetve a honlapunkra is fel fogjuk tenni természetesen. Így van, meg tudjátok nézni, de a klassz.hu-n is ott van minden. Végig baleset és hatóságmentes az M4-es, Szi Jani küldte nekünk. Mérnek az M3-as Budapest felé vezető szakaszának a 203-as kilométerének közelében, írt a Barbie, köszi Barbie. Aztán rendőrök mérnek 47-esen Derecskéről kifelé TP-nél, ezt Palkó küldte nekünk, és 10. kerület Körösi Csoma út a Liget tér felé rotty. Ez szeretem egyébként. Koli küldte nekünk, köszönjük szépen. Ma este sima Juve győzelem, írja nekünk valaki, Forza Juve, meglátjuk. Meglátjuk, szerintem nem ennyire egyértelmű a dolog. Pereztek egy 85-ösön kin a Yard, ezt pedig Zoli küldte nekünk. Azt mondja, hogy ha szerdai nap jöttök Bajára, akkor én nyitásra érkezem, vidéken kell melózom, egy közös fotóért és egy reggeli fröccsért Ferivel, cserébe Ajcsi jár Janinak. Nehéz kitalálni, hogy mit. Széna a WC papírárus küldte nekünk. Az most jó is jön neki. És kupon se kell egy ideig, írja. Írja Széna a WC papírárus nekünk. Köszönjük szépen. Igen. És valaki még kérdezi, igen, hogy ugyanaz-e a helyszín, ahol 3 évvel ezelőtt voltunk Sopronban, ezt nem tudjuk, nem. És várunk segítséget. Nem ugyanaz? Nem ugyanaz. Tehát nem a Deák téren voltunk akkor 3 évvel ezelőtt. Nem. Azt írta az egyik hallgató, hogy most máshol voltunk, vagy vagyunk. Uh-huh. Jó. A lényeg, hogy megtalálnak minket a soproniak. Na, hát egy nagyon érdekes dolog történt Rékasi Karcsival, illetve szerintem sok mindenkivel történik ilyen, és Karcsi, ami téma indítónk, úgyhogy már mindenki gondolkozhat azon, hogy kitől mit lopnak el állandóan, másznak be a kertjébe, teszik ki a kerti szerszámot, a bringát a lépcsőház elé, a szobamérleget, a lábtörlőt, mert hogy ahol közösségben élnek emberek, sajnos előfordul, hogy lopjanak egymástól. Vagy lopnak valamit, vagy visszalopnak valamit. Ez egy folyamatos jelenség. De igazából itt mi most nem is a nagyon komoly rablásokra vagyunk kíváncsiak. Autót ellopták, mert itt kiroboltak, nem a pitiáner, kicsit szánalmas, szinte már értelmezhetetlen lopásokra vagyunk kíváncsiak. Tényleg ez a lábtörlő kategória. A használt lábtörlő. Amikor megveszed és másnap elviszi. A használt, igen. Teljes zacskókból font lábtörlő. Hát nem teljes zacskókból fonták, de... Mert hogy Rékasi Karcsi, ugye hát kirabolták, pontosabban meglopták, és az egész egyébként tényleg szörnyen magyar már mint maga a történet, de nagyon tipikus ugyanakkor. Rékasi Karcsi teljesen ártatlanul kiposztolta, hogy milyen szép lett az ő kertje. Ugye? És erről tett egy Facebook posztot föl az ő oldalára. És még ráadásul ugye hozzá is írta, hogy ő mit csináltuk ketten a Gerdával, és hogy milyen szép lett, és a saját kezünk munkája majd másnap. Így van, valaki kiszúrta a képet a Facebookra, Léma Petunia! Hallod, öcsi, majdnem 300-ba kerül, azt hiszem. Ne, akik lopnak a petúniát, nem ismerik meg szerintem. Ma max a kaktuszt. Lila orgona. Vagy a kövi rózsát. Bemászta a Karcsihoz, és kirabolták. Hát mégiscsak gondolta azért a rabló, hogy másnap anyák napja valamit vinni kell a muternak, nem? Tehát valamit azért vinni kell a muternak. Kedves beteg édesanyámnak lopok már valamit. De hogy a történet itt egyébként még nem ér véget, hogy tényleg mennyire tipikus magyar jelenségről van szó. Karcsi azt is megosztotta a Facebook oldalán, hogy bizony, hát vannak ilyen szemetek, akik egyébként a frissen felásott és szépen megcsált kertet egyszerűen megrongálják és lopnak.
Majd megkapta. Majd igen, jött a másik kör. A másik nagy pofon a magyar valóságból, hogy mit sírsz egyébként? Milyen jó, hogy neked csak ez a gondot, hogy ellopták a tulipánodat, meg a rohadmányos rózsáidat sajnálod egyébként. Kit érdekel a rózsád? Egyébként is szar színész vagy. Igen. Tehát, és ezt így elolvastam, és azt mondtam, hogy ha most külföldön töltöttem volna hosszú időt, és ezt a történetet elolvasnám, akkor érezném, hogy újra itthon újra vagyok. Itthon vagyok, de jó itthon. És ne sírjál, és nagyon érdekel, nem anyázod, vagy nem volt sírjás, csak egyszerűen szomorúan konstatált, hogy basszus, ilyen világban élünk, hogy már ennyit se lehet megtenni, hogy egy képet kirakjál a Facebookot. Tehát nem volt semmi, de megkapta, rögtön jött a lezörök tarpaj vonal. És hogy milyen jó neked, hogy ez a legnagyobb problémád, hát, mintha egyébként saját magát akarta volna sajnáltatni. Na, úgyhogy felhívjuk Karcsit, és megkérdezzük. Hogy ez hogyan, mit loptak el, és egyáltalán ki a fene mászott be a kertjébe, mit gondol, hogy egy sűrű jelensége, hogy általán bemásznak a kertjébe. Aztán ő kiposztott egy olyan képet, ami egy A4-es lap kinyomtatva, hogy ne lopj virágot. Azt nem tudom, azt kitette a kertjébe? Gondolom, ugye? Az egy, mert ez egy ilyen fotó. Igen, de ellopták. Kellett valakinek papírrepülőhöz. Na, itt van az az ember a vonalban, akinek ugye hát ellopták mindenét, zöldségét, virágát, Répa Sincs Károly. Hello, Karcsi, jó reggelt kívánunk. Ciao. Semmi jóra ne számítson az ember a veletek álszóban. Ez igaz. Ezért húzakodtam egy kicsikét, amikor kerestetek ezzel kapcsolatban. Nyilván nem arról van szó, hogy ez milyen drámai. Itt inkább tényleg arról beszélünk, nem tudom, hallottad-e a felvezetést, hogy a szomorú magyar valóság, hogy az ember kirakja ártatlanul, hogy csinált egy szép kertet, még aznap este elviszi, majd másnap még osztják a Facebook oldalán, hogy egyébként is jó, hogy ez a legnagyobb bajod. Szóval ebben ez az érdekes. Aznap este törtek be, amikor te ezt kiraktad, hogy milyen szép lett a kert? Nem tudtunk ennek örülni azért néhány napot, tehát hagyták, hogy élvezkedjünk egy kicsit. Nem, és valóban nem arról van szó, már régen nem arról van szó, hogy elvitték, mert az szerintem pusztán egy tévedés volt, tehát valaki úgy emlékezhetett, hogy oda rakta be a virágokat a mi virágos kertünkbe, és aztán eljött éjjel, és elvitte innen. Tehát gondolt, hogy másnap mégiscsak anyák napja, azért valamit kell csinálni, nem? Hát azért van, ahonnan virágot kell szerezni, jaj, de szép lett a Karcsi kertje, akkor menjünk. Nem? Azóta pallérozottam, és elmondták kommentelők, meg egyáltalán ismerőseink is, hogy ez karcos, egyrészt ballagás, másrészt anyák napja. Hát ilyenkor nagyon-nagyon sok virágnak lába kél. Magas labda volt. Tehát ilyet nem szabad, ilyet máskor nem hibázunk, tanultunk belőle. Május második hetétől ültet. Csak azután ültetünk, vagy pedig jégvirágot még sokkal korábban. De ami valóban érdekes, amikor már szót váltottunk erről, ahogy elértek az emberek a véleményeikkel, azért ugye miért raksz ki egy ilyet? Azért, mert szeretnél valami szépet mutatni. Ez lehet, hogy régi módi, lehet, hogy ostobaság. Tényleg azért raktuk föl, mert mi ezt nagyon szeretjük, és hát, ha valaki másnak is tetszik. Na jó, tetszett, és el is vitték. Na, de, a tolvajoknak legalább örömet szereztél vele. De amilyen hangulatból, amilyen attitűdből fogalmaztak az emberek észrevételeket, na az azért érdekes. Igen, hát szóval ez is a szomorú valóság, de tényleg erről beszéltünk pont, hogy ugye te kirakod, a gyerekek néznek, elvitték, és akkor ugye megkaptad, hogy ne, milyen jó, hogy ez a legnagyobb bajod, hogy egyébként milyen színész vagy, hogy egyébként ez kit érdekel. Tehát, hogy döbbenet a magyar mentalitás tényleg, hogy gondolkodnak emberek. Igen, én is kaptam hideget, meleget, mindenfélét. Tehát van, aki az elmúlt időszakomat, a magánéletem elmúlt időszakát állította ezzel párhuzamba. Már még, hogy az enci tört be hozzád, vagy és elvitt a virágokat? Vagy nem. Hát, hogy azért, hogy csávókám, az rendben volt, amit te csináltál? Ja, Jézus Mária! Azért ez nagyon-nagyon szép dolog. És persze jöttek a sztereotíp dumák, hogy nehogy már ez nekem baj legyen, másnak kenyere sincs, és a többi, és a többi, és a többi. Nem erről volt szó. Egyáltalán nem erről volt szó. Ezt meg azért raktam ki, mert véleményem szerint is tök mindegy, hogy kinek mekkora, milyen vastag kenyere van, azon lekvár van-e, vaj, vagy csak só, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy amit valaki a munkájára megteremtett, azt nem helyes elvinni tőle. Azt semmiképpen nem éltetném.
pusztán ezért raktam ki. De hogy milyen indulatok, milyen zsigeri indulatok vannak, lakoznak az emberekben, ez most azért kiderült ennek kapcsán. Döbbenet egyébként, hogy még Ethan Huntot is megmerik lopni, nem? De hová tart ez a világ? De tényleg hová tart ez a világ? És azért különösen bosszantó a dolog egyébként, már nem a lopás is, de amit kaptál, hogy elméletileg ugye ez egy Facebook rajongói oldal. Tehát azt olyanok nézik, akik szeretnek téged. Ugye? Mert ahhoz, hogy oda tudjál szólni, vagy be tudj szólni, vagy tudják kommentelni, ahhoz lájkolni kell a Rékasi Károly oldalt, nem? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy így működik. Ezt én inkább egy gyűjtői oldalnak nevezném, hát hiszen 5000-ig be lehet oda férkőzni, oda lehet tartozni. És kipipálom magamnak. 5000-ig tagdíjat szedte? Kipipálom magamnak én a Facebookot nézegető ember, kipipálom, hogy igen, én neki is ismerőse vagyok. Nem, ez tényleg egy gyűjtögetői oldal. És vannak emberek, akik ott élnek a Facebookon. Kérdezik, hogy esetleg arra nem gondoltál-e, hogy nem lopás volt, egyszerűen csak Kertész Géza vitte el. Nagyon-nagyon helyes kommentek is, tehát például, hogy rakjam ki a szemetet, hát ha valaki majd azt is elviszi. Igen, azt srácok, kérdezzétek már meg a Karcsit, hogy Szőke Zoltán kertjébe körülnézette már a virágok miatt, lehet, hogy nem tudott kijönni a szerepből. írja Petya gyerek. Hát igen, aztán jönnek még az SMS-ek, hello, a Karcsi címét küldjetek már eléci becsöngetni egy kis virágért. De ezt neki is írtad, hogyha jöttél volna, adok szívesen, nem? Vagy ha kértél abszolút volna. Tényleg erre gondoltam. Na és ami viszont maradandó élmény, de remélem, hogy majd elfogy ezzel kapcsolatban. Régen még a telki házunkba betörtek, és kipakolták. És utána hosszú heteken keresztül, tehát inkább hónapokon keresztül az ember idegennek érezte magát abban a térben, amit saját maga létrehozott, kialakított, csinosítgatott meg minden. Most ebben a picike kis virágos kertben azóta is úgy vagyok, amikor ott locsolgatok, vagy bármit csinálok, hogy egy kicsit idegenné váltam. Tehát igazából ez az, amit, és a kommentelők is, jó, mindegy, hát ezer ember, ezerféle vélemény, meg a többi. Egy valamit vitt el tőlem az addigi harmónia érzést ez az ember. És a kökörcsinedet. Így van, és a kedvenc kökörcsinedet. A tulipáhagymákat is kiástam. Nyilván harmónia élmény, nem? Ami ránéztél a kertre, és azt érezted, erre gondolsz, nem? Hogy maga a harmónia, a megnyugvás. Kicsikét idegen vagyok a saját világos kertemben, semmi baj. Karcsi, ha valaki, én megértelek, a fiúk mindig cinkelnek ezzel, tegnap marokkói mentát ültettem a kertbe. Érted? Marokkói menta. Hát az egész. Így van. Nem direkt kiborult. Nem, kertészkedem. Tehát ezzel arra akarok kiukadni, hogy marokkói mentát vettem, virágföldet, és marokkói mentát ültettem, mert imádja a meleget, és ősszel már lehet nyesegetni és menta teát csinálni belőle. Tessék? Gázasz, ha a címedet fölrakom. Hát, kicsit félve mondtam ezt el, mert szerintem estére már nálam is ült helye lesz a dolognak, de én is kertészkedem, tehát abszolút. Abszolút sorba megértem. Állnak majd a kapu előtt. Másznak majd át, igen, folyamatosan. Hát ez a vala közelükben tudod, egy menekült táborra, és onnan egy marokkói mentát. Igen, átjöttél, megelültettél, én elültetlek. Elásta, arrafele nem szeretek az idegeneket. Figyelj, nekünk azt mondták, ne szeressük az idegeneket, hát én akkor átjött egy marokkói, én meg elástam. Élharcossá váltál, te vagy a legjobb magyar. Igen. Egyébként azt mondják, hogy ahogy az ember öregedik, és vagy öregszik, és ha kertje van, akkor rákattan a kertészkedés, és egy örök elfoglaltság és örök meditáció. Egyébként tényleg? Tehát egyre jobb a kertészednek. Nem, tehát egy kicsit ültetsz, ott vagy, nyílik, meglocsolod, nézed, és valahogy a szemed előtt életre kel a kert. Azért ez egy nagyon, nagyon jó dolog egyébként. Már nagyon, nyilván nem lopnak nagyon meg, sok minden működik ide. Így, tehát aki fogja magát és elkezd teszem azt edzőterembe járni, és azt mondja, csak egy kicsit alakítok magamon, csak egy kicsit, annak sincs soha se vége, mert a pillanatnyi eredményed az abban a pillanatban már kevés is, mert majd meglátod, ahogy sarjad a menta, ahogy harsog a menta, majd szeretnél még mentábbat és a többit és a többit. Na, agyadra ment a koksznek. Tehát tényleg így van a kert, azóta figyelem, hogy el
megyünk autóval valami virágkertészet, vagy akár csak egy virágüzlet előtt is, és Gerda feje is, meg az enyém, bing, már fordul oda, és nézzük, hogy onnan esetleg mit lehetne még a mi kertünkbe elhozni, csak mi nyitvatartási időben megyünk. Igen, az olyan fontos. Kérdezi egy hallgató, hogy Gerdera volt-e ültetve esetleg? Nekünk az a dolog, mindent megkérdezzük. Így van, hallgatók kérdezik ezt, számunkra szent. Na jó van, bepotoltad, visszaültetted, vagy most egy picit hagyod üresen állni a kertet? Óvatosan, nagyon sok virágot fölmenekítettünk az erkélyre. Nehogy újra jöjjenek. Hát igen, jellemző. Sajnos ilyen emberek mindenhol vannak egyébként, ez szinte elkerülhetetlen. Karcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Vigyázz magadra, és köszi, hogy elvállaltad a riportot, tényleg erről akartunk beszélni, nem a kertészkedés miatt. Legyen nagyon-nagyon szép a napotok. Jó, van. Köszönjük szépen. Legyél férfi, ne nyafogj ennyi. Hogy nézzünk így ezután a rózsában át, ha valakit éppen nagyon akarsz venni. Hallod. Köszi, Karcsi. Ciao, hello. Régosi Károlynak köszönjük szépen. Nagyon helyes ember egyébként. Nagyon kedvelem. Na, gyerekek. Én meg komolyan mondom, megértem. Szörnyű, amikor teszel-veszel a kertedbe, és azt utána elviszik. Sírnék, ha elvinnék a marokkói medvét. Hát végén elültettem a marokkói. Valaki. Ha biztos, hogy ezért vigyünk el mindent. Hát, ha köztük van a marokkói menta. Voltunk valahol vendégségben, és ott minden rukola menta volt. Egy csomó, és ugye... És onnan elloptad, és átloptanak. Kihasítottam belőle. Rukola. Rukola, menta, babér, egy csomó minden termel ő kint egyébként a kertjében, és mondtam, hogy adjon egy kicsit, nagyon szeretem a mentát el. És kivágott, csak arra kell vigyázni a marokkói mentánál, hogy nagyon agresszív, vagyis úgy kell beültetni, hogy berakod a gyökeret ugye egy ládába, és ládával együtt ülteted el, mert egy másfél év alatt felzabálja a kertet, viszonyatosan terjeszkedik, és elmentásodsz, így van. És hétvégén beültettem. Gyerekek, maga az e, komolyan mondom. Mi a különbség a marokkói menta és egy átlag menta között? Nem hát, franc tudja. Azt mondta, hogy ez marokkói. Az, hogy a marokkói csak Balázséknak tudják eladni. Rá a különbség. Kicsit sokat beszél, mutogat valami útlevelet. Igen. És azt mondja, hogy ne küldjál. Riad tekinteten nézeget maga mögé, és nagyon le van izzába. És olyan hajtolt a tekintetén. Hát kicsit megvágom, berakom a teába, finom teát lehet belőle csinálni. Na, drága hallgatók, írjátok akkor meg nekünk, hogy tőletek milyen banális dolgot vittek már el, amit tényleg az ember nem ért, amit Jani is mondott, hogy nem arra vagyunk most kíváncsiak, hogy autót, drága mountain bike-ot, hanem amikor a lehető legbagatelebb dolgot lopták el, törtek be, vitték el úgy, hogy tényleg ott álltatok értetlenül, hogy Jézusom, már ezt is, nem már. De tényleg, amikor egy nyomorúságos kaspón kilógattál egy félig elszáradt muskátlit, és valaki úgy lopta el a lépcsőházból, hogy ott hagyta a műanyag kaspót, és kivette belőle a cserepet. Szóval tényleg szörnyű dolgok vannak egyébként. Nekem az egyik kedvencem, ezt mondtam is nektek tegnap, hogy ugye a Karcsiék esetéről szól a cikk alatt volt egy komment, egy hölgy írta be nagyon keserves hangvételben, hogy az utcafrontjukról a kukacka virágot, ami egy lélegzetelállítóan drága növényt kapálta ki valaki, több négyzetméternyit, és vitte magával, amit aztán később ugye nem lehet újra ültetni, tehát az egészen csak azt ért el, hogy hát semmi ott sincs, itt sincs. Ott sincs, itt sincs. Na, szóval ezeket a történeteket várjuk, SMS számunk 06. 70! Ne aludj, Feri. 645-0-0-0-0-0, fél 8 múlt pontosan 3 perccel jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és mondjuk, sokszor mondtuk már, de mondjuk, hogy jövő héten ugye turnéra indulunk, a Morning Show-val Sopron az első állomásunk, Deák tér reggel 6 óra, május 11-e. Most ott azt mondjuk, hogy ez mégis ugyanaz a tér, azt írják. Mégis ugyanez a tér. Tehát ahol 3 éve volt. Az? Igen. Az elején megírták, hogy nem az, most azt írják, hogy ugyanaz, ezt többen írták. Gyerekek, mi megyünk, ahova a promóciós lányaink, kiváló munkatársaink küldenek bennünket, a hallgatók meg tudják, hogy hol van a Deák-tér, megtaláljuk egymást. Hihetek, megmondom őszintén, hogy én ilyenkor egy térképre, egy GPS-re, egy utcanév jegyzékre támaszkodik, nem az emlékeimre. Tehát ha azt hallom egy rádió, hogy Deák Ferenc tér, akkor én oda megyek. Engem nem érdekel, hogy most ugyanott, ahol tavaly, vagy tavaly előtt, vagy azelőtt, vagy amikor volt. Ne. Deák Ferenc tér, úgy hívják, én oda mennék. Te várjál meg engem a recepción, és ötösen körülj be a kocsimba. Jó, 6 óra 2-kor. Ja, jó, igen, ezért. Tehát ha ötösenet beszélünk meg, akkor 6 óra 2-kor. Mennyi a cél, Jani? Van egy kis baj, Bali. Ez azért az a
szállod, de nem annyira közel van, 12 perc. Laci, ja. GPS! A mi megérkezésünk a turné állomásaira reggel, mikor már mindenki fél órája ott van, az ember próbáló. De mindig ott vagyunk. Most már mindegy. Itt volt a szó. Még egy zene! Tegyél be még egy zenét! Igen. Na, arról beszélgettünk Rékasi Karcsival a hírek előtt, hogy kitől milyen banális dolgot loptak már el. Ugye Karcsi elmondta, hogy egészen érthetetlen módon betörtek hozzá, és elvitték néhány tulipánt, néhány... tulipántot. Néhány tulipántot, és hát kirabolták a kertjét, és arról beszélgettünk, hogy kitől milyen teljesen banális, lejárt, igazából már használaton kívüli tárgyat loptak úgy el, hogy az ember nem is érti, hogy mit csinál vele az, aki elvitte. Mert hogy nem, már neked se kellett. Meg amit már kellemetlen elvinni. Meg amit már tényleg kellemetlen elvinni. Mi éveken keresztül harcoltunk, megmondom nektek őszintén, addig, amíg meg nem mondtam a dolgot, egy urnasíron családtagnak az urnasírján található kis virágtartót loptunk vissza mindig három sírral arrébről, mert hogy valaki azt gondolta, hogy az az övé. Aha, mi meg voltunk róla győződve, hogy az a miénk, és ezért ez ment éveken keresztül, hogy fogta, ő elvitte, és három sírral arra berakta. Nem? Amikor mi kimentünk, fogtuk, visszavittük. Aztán a vége az lett, hogy úgy rádrótoztam, hogy egyszerűen nem lehetett leverni. Ha mondjuk nem a virágosok lopják, igen, vissza, hogy kimész a temetőbe, mert ott fekszik egy szeretted. Nincs pénzed virágra. Ellopott valakinek a sírjáról, majd elmész a te sírot, az elmondott, hogy édesapám, nagyon szerettelek, nagyon hiányzott, és leteszed, fogad ezt a lopott virágot, amit az előbb loptam a Kovácsékot. De ez hogy van? Ezt megted nyújtam. Ezt utána te leteszed a saját szeretett sírjára, amit egyébként három perccel azelőtt loptál el valakitől. Mert ott már nem lopott, virágos. Ott már hozott virág, ennyi. Tehát ja, ott már hozott. Hát igen. Vagy befelé menet, érted, sétálsz befelé, jobbra nézel, balra nézel, nyilván az ember így nézelődik, kinek milyen állapotban van a síra, meglátsz egy szebb csokrot, kicseréled, érted, a tieddel. Na jó, de le kell raktod a saját szeretted sírjára, ha csak nem virágos vagy, bár ez is egy ilyen összeesküvés elmélet. Ne legyél ezt összeállasogatva. A gesztus a lényeg. Az is igaz. Gondolt az édesapja. Itt van velünk Kriszta. Hello, Kriszta, jó reggelt! Sziasztok! Hello, na tőled mit vittek el? Hát én reggel kiteregettem a ruhákat, várjuk forra teresztre, és délután, mikor munkából mentem haza, akkor még igazából nem is tűnt fel egyből, hogy nincs ott, csak másnap. Mert akkor arra gondoltam, hát ha valaki letette anyukám, vagy valaki a ruhákat, mert ugye nem volt ott, tehát a ruhaszárítóval együtt tűntek el a ruhák. Így a fregolival együtt mindent el is vittek? Igen, tehát úgy egy az egybe az egészet. Ez családi ház, valaki bemászott, társasház, átmásztak hozzád az erkélyen? Hát egy társasház. Társasház. Az kemény. Nyilván vizes volt még oda a ruha, nem viheti el a szárít. Basszus, csupa csatak. Fogta. Így elviszed, majd megszárad. Akkurátusan összehajtogatta és elvitte. De a földszinti lakás? Vagy valaki fölmászott? Igen, földszinti. Könnyű volt a dolga. És másnap nem jött szembe veled a fölsőd egy nőn? Nem volt ilyen? Mondjam. Nem, eddig még nem. A gyerekeknek nagyon sok ruhája volt rajta, amit szeretnek, de még egyelőre nem látjuk senki. A gyerekek egy kimosott adag tiszta ruhát fregolistől ellopni, azért az is nagyon kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. 8 éve lopkodják a lábtörlőnket, már vettem drágábbat, már vettem olcsóbbat, nem válogatós a drága, akinek nagy szüksége lehet rá. Mondjátok már meg, kinek kell egy ócska lábtörlő. Ja, és a párom már le is ragasztotta, úgy is feltépték. Nekem egyszer a kocsi egyik visszapillantó tükréből vittek el körülbelül 2000 forint értékű tükörlapot. Szépen szétszette a tükröt, az alkatrészeket pedig felrakta a motorháztetőre, majd elsétált a tükörlappal. Nem egy különlegesség, lap-e küldte nekünk. Nálunk éjszaka súrantak be, elvitték az összes útba eső cipőt. Közte a fiamnál éjszakázó barátnő cipőjét is, aki hajnalban egy 42-es bakancsal távozott. Nekem kirabolták a kispalákomat, majd a végén elvitték még a beltéri világításból az izzót is. Piti Áner. Azt mondja, hogy mikor betörtek hozzánk, elvitték a levágott lófarkamat. Bizarr. Gít küldte nekünk. Azért a lófarkat. Ja, hazavitted a... Barbie. Azt minek? Azzal mit csinál? Nagyon jó parókát. Egyébként drága, el lehet nem adni. Drága. Hát azért egy ekkora levágott lófarkat azért sokat nem igen. Ha leadsz egy méter hajat, egy azért török hagyomány, honnan egy török zászlót csinál. Honnan tudod, hogy mekkora lófarok volt? Hát parókának eladják. Jó pénzt fizetnek érte állítólag. Lehet, de ahhoz azért több haj kell. És ekkor egy nyúlfarki nem. Miután megfőztük a kutyakaját, kiraktuk a teraszra hűlni, azt vitték el. Barbie küldte nekünk. 2,5 literes ásványvizet loptak el a lépcsőházból, Suzi. Hát gyerekek, az legalább 300 forint. Hát. Az legalább 300 forint.
Gimiben egyszer a tornazsákommal lévő tornacipőből ellopták a fűzőt, a cipőre nem volt szükség. Jó, azt adom. Az égető szükség lett neked, tesi, jó rád. Nekünk a tanyánkról lopták el a rozsdás fejszénket, ami a legdurvább, hogy a kinti WC-ről lelopták a WC-ülőkét, plusz elvitték mellőle a WC-papírt. Figyelj, na, az az igazi vészhelyzet. Nincs ez a baj. Itt van velünk Robi. Hello, Robi, jó reggel. Jó reggel. Hello. Jó reggel. Na, tőled mit vittek el, ami banális volt? Hullámos papagájomat. Ez úgy történt, hogy édesanyámnál laktam akkor még, és földszinti lakás, lakótelep, kiszoktuk rakni így a lépcsőre, a lépcsőház elé. És hát kiszoktunk rá figyelni, de nem szokta, tehát ez egy nyugodt környezet volt, soha nem szokott eltűnni semmi onnét. És egy kukázó elvitte, ezt úgy tudtuk meg, hogy elkezdtük követni, illetve hát elvitte a papagájt, és mindenkitől kérdezgettük a környéken, hogy merre viszik a papagájt. Igen, és végül eladta egy vak kisfiúnak, úgyhogy nem volt feje a papagájnak, mint a Dumb és Dumberbe, ugye, hogy eladtad neki Petit, igen. És ott simogatja a fiú, és mondogatja, hogy beszélj szépen. És hol találtátok meg végül? A barátnőm ment az egyik utcába, ahol a kórház van Kaposváron, mert én kaposvári vagyok, és ott kérdezte meg valakitől, hogy nem látott egy kalitkával egy hullámos papagájt, de most vitték be ide a szülészetre. És akkor bement oda a szülészetre a barátnőm, és mondják, hogy egy doki vette meg most 500-ért, vagy 1000 forint, nem tudom pontosan, mert ez már régi sztori, és hát vissza kell vásárolnunk a papagájt. Vissza kellett vásárolni, és mennyiért? Hát 500-ért vagy ezzel, nem tudom pontosan. De volt előtte túsztárgyalás bármi, hogy kimentetek. 500 forintért vásároltad vissza a saját papagájodat. Igen, na, hát kemény. Hogy meglegyen. Na, az kemény. Igen. Hogy bizonyítod, hogy a tiéd? Hát a barátom volt ott, akkor hát mondtuk, hogy ez a milyen, hát elhitte a doki, meg hát gondolom valami kis... Itt arra kellett a... Milyen leleményes eladod egy kórháznak, nem? Ott megsajnálják, valamit fizetnek érte, tudják, hogy nyomorult élete lenne a papagájnak. Tehát még egyébként okos is volt valamennyire. Robi, köszi, hogy elmondtad. Köszi. Hello. Ciao. Hello. A haveromhoz pár éve bedobtak szatyorba két kiskutyát. Elvittük állatorvoshoz, kaptak oltásokat, bolha elleni szert, minden. Másnap visszalopták a szebbiket. Leleményes. Balatonban néztem végig, ahogy az ember a plét körül toporog, kiérve vettem észre, hogy a vaca gumipapucsomba lépett bele és távozott. Apámnak a felső fogsorát a deméni fürdőből lopták el, az alsót ott hagyta. Csak a felső. Hát bepróbálta, az működött, ez passzos, és azt ott hagyta. Én sose értem tényleg az ilyen lejárt, ezer éve lejárt, beszáradt festéket dobozostul. Egy, hogy mit csinál jó vele? Jó az még. Mire? Azt felöntött, így, de lejárt, beszáradt, besűrűsödött, azzal tudsz valamit csinálni? Tényleg? Vagy ezekkel mit csinálnak? Miért és a használt ablaktörlőket, amik a parkolóból lopják le az egyébként nem túl márkás, nem túl drága autóról? De tényleg egy ilyen filléres, tecsós dolgot, ami már rajta van a te autódon is fél éve, hogy az miért jó neki? Egyen jobb, mint a tiéd, és neki nem tényleg kell elmenni, megvenni. Ennyi. És csak átrakja. A kutyámról lelopták a folytónyakörvet, pedig én is csak lábbal tudtam leszedni róla, olyan vérebb volt. Nekem a táskámból hónapokig lopták a fogamzás gátlómat. Nem tudom, hogy ki volt, később már direkt dupla adagot irattam föl. Írja egy hallgató. Azért milyen kemény a kollégot lopja a fogamzás gátlót, nem? Na jól van, hát igen. Ez is hozzátartozik a... Az életünk az egyébként szerintem ez nyilvánvalóan a legtöbb országban van. Nem? Vagy nem mindenhol? Szerintem jellemző? Nem. Talán nem mindenhol. Nem? Csak így arra gondolsz, hogyha Ausztrián keresztül mész, és a muskátlik az ablakban, tudod, ez a nagy izé. A becsületkasszás barackleklárok, a befőttek. Itt mi lenne egy becsületkasszás idős nénivel, aki kirakná valahol a négyes úton mellé, hogy aranyom, becsületkasszába kiraktam, lefőztem. A széket is ellopják. Lefőztem 100 liter barackleklár becsületkasszát. Ha még csak a széket. Jaj, hova visznek? Tegyenek már le, ez nem vicces. Jön maga néni velünk. Ja, ki tudja, mire lesz jó a néni. És becsületkasszástól, lekvárostól, nénistől az egész eltűnik. De jó, lekvár, hozzátok a nyanyát is.
Főző lesz a mama. Ki tudja, mire lesz. Ha itt állsz a tűzhelybe, hát az főző reggeltől esti. Jó vagyok én, mindenre aranyom. Nem tudod, mit tudok én csinálni felem. Nem, egyébként ez nem igaz, mert hogy például Sopron, Kőszeg, Szombathely, ott van. Vasmegy, ott ez szépen működik. És egészen jól működik. Tehát, hogy vannak bizonyos régiói Magyarországnak, ahol például a becsület kasszát, mint csak másnap, harmadnap lopják el, megvárják, megtelik. Nem azonnal, ahogy kiteszed. De tényleg ott azért ezek működnek. Tehát ott a nyugatabbra megy az ember, ott valahogy látja, nem, hogy kim van két befőtt üteges üveg, benne lekvár, és egy becsület kassa. Sosincs benne pénz, csak mindig egy kevesebb. De hogy ott azért ezek működnek. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk. Itt van egy hallgatónk, Óven bácsival, Beru nénivel, játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Balázs, honnan hívtál minket? Sopron. Ó, Sopron, nagyon jó. Jössz jövő étem? Hát most helyettesítek igazából az egyik üzletünkbe, úgyhogy... Nem ez volt a kérdés, hogy mit csinálsz most? Nem, dolgozok sajnos, úgyhogy nem tudok menni. Akkor nem is megyünk. Ja, nagyon aranyosak vagytok. Akkor te nem, tényleg, nem, én nem akarok egy olyan Sopronba elmenni, ahol te nem vagy ott. Nekem a mai műsortól is elment. nem, úgy nekem Sopron nem tetszik, ha te nem leszel ott. Kit helyettesítesz? Az egyik kollégámat. Azt gondoltam, hogy hogy igen. De hogy egy kit, mint Józsit, aki ma beteg, vagy, tehát így gondoltam. Nem, kevés ember van, és így gyakorlatilag csak besegítek. Én máshol dolgozok, csak úgy el kellett mennem. És mi a meló? Én az egyik telekommunikációs cég alkalmazottja vagyok. Hoppácska! Nagyon jó. Most nekem tudom, miért örültem meg egyébként. Aha, mindegy. Hát, te tudod, hogy te miért örültél meg? Én elúgy telt. Te is megörültél én is, de miért örültem meg ennek? Nem, nekem az olyan szimpatikus, hogy valaki átmegy a téhomhoz segíteni a vodától, amikor beteg valaki. Ja, félreértelmezitek, nem el még a főnököm hallja. De, ja. Na, ha emiatt bajod lesz, akkor az már tényleg nagyon szomorú. Hát szomorú. Akkor majd ti alkalmaztok, hogy emiatt van. Jó, értesz valamihez? Nem nagyon. Na. Nem nagyon. Egyébként mi se. Látod, és mégis... hosszú, erre még valahogy... hosszú évek vagy... óta nem jött rá senki erre tulajdonképpen. Ti vagytok a példaképeim. Igen. Jól van, Balázs. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Figyelj. Jó. Hallgass? Titeket várnak Sopronban. De milyen nyelven beszél? Ekkora kamu atmoszférát. Ez a menekült távol Balázsék közelében. Ez marokkói. Ez marokkói, ez marokkói menta. Igen. Na mutatjuk, mit érekelnek, figyeljem. Ez sorozat lesz. Ez egy sorozat, annyit segítünk, ugye, mert a Jóven bácsi Beru néni már sorozatot is néz. Azt, igen, tudom. Tegnap egy filmnek a zenéje volt, ma sorozat. Mutatjuk még egyszer. Jó. Mikor születtél? 89. Mutassuk még egyszer? Legyetek kedves. Figyelj. Semmi? Magyar vagy külföldi? Hát, meg szoktuk mondani, nem. Sose tudom, hogy mikor segítünk, hogy csinálsz meg. Nem. Én megmondtam volna. Ha akarod, akkor mondd meg. Én megmondtam volna, de látod a Feri milyen, úgyhogy Ferire hallgatok. Én megmondtam volna. Mit mondtál volna, magyar? Azt mondtad, nem mondjuk meg. Mutatjuk még egyszer. Jó. Hát, esetleg hosszabbat. Jön, figyelj. Hát, ez most nem fog menni. Semmi. Figyelj, mutassuk még egyszer, hallgass meg. Na? Nem. Hát, akkor ez nem. Erről mindig a Palik László ugrik be. Hát igen, ez a Família Kft. Lett volna. Hallgass meg, lehet, hogyha még egy picit hosszabb részletet hagyunk, akkor... Família Kft. Ismered ezt a sorozatot, vagy hallottál róla? Persze, hallottam róla, nem néztem, úgyhogy...
ez most így alakult. Hát igen, jó kis sorozat volt, nem? De hihetetlen, mostanra senki nem tudja megfejteni. Eddig vagyok a rossz megfejtések. Milyen jó volt benne, Esztergály és Cecília, igen. Balázs, nincs ajándékcsomag, pedig nem volt túlságosan nehéz. Família Kft. Egy magyar sorozat volt régen. Az egyik legjobb, legjobb. Itt tűnt fel Csonka Pici. Többek között így van. Így van. A spá ikrek is ugye itt tűntek föl, nagyon sokan. Igen. Majd a Lilli. Igen, itt tűnnek fel a spár, a Lilli és a Penny ikrek, igen. Jó. Balázs, köszi játékot, ciao, picit fáradtak vagyunk. Köszi, ciao, jó. Gyerekek, Família Kft. Mondjatok róla valamit. Szerettétek, nem szerettétek? Hát, jó volt? Ébresztő. Én nem nagyon néztem. Nem? Én nem nagyon néztem, megmondom őszintén. Pedig azt mondják, hogy ez volt az első igazán nagy és nagyon-nagyon népszerű szappanopera. Ilyen igazi szappanopera, nem a Szomszédok. Én nagyon szeretem. Mert ez már nem a teleregény kategória, ez kicsit már ez ilyen amerikai típusú szappanopera volt, de jó volt. Vicces volt, komikus helyzetekkel, szerintem marha jó karakterek voltak benne. És voltak benne tréfák és mókák? Tréfák, mókák, nagy mesterségek, nagy vicceskedések? Azok is voltak benne. Köszönjük szépen. 2 perc a pontosan 8 óra. Szelleves vicces, tréfás. 2 perc a pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapperet hangzik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz, tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 13 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Folytatjuk mondjuk a turné helyszíneit, mert a jövő héten indulunk végre. Már nagyon vártuk, hogy kicsit kimozduljunk a stúdióból és találkozzunk hallgatóinkkal. Sopron, Kecskemét, Baja, Salgó, Tarján, Budapest. Ez az 5 helyszín. Jövő hétfőn kezdjük a turnét, és az első állomásunk Sopronban lesz, méghozzá a Deák téren május 11-én. Már most fürkészem az időjárást. Egyelőre nagyon sok mindent nem tudnak mondani, mert a jövő hétfő időjárást megmondani nehéz, de elvileg a köpönyeg azt írta, hogy jövő héten is marad a jó idő. Hát kicsit izgulok. 30 fokot írnak, nem lesz ma annyi szerintem. Én az előbb voltam kint, azért nem lesz olyan meleg, mint amit írtak. Tegnap nagyon durva volt délután. Hát most még ilyen... negyed kilenckor még azért adjunk ennek időt. Megvárom. Negyed kilenckor, de meglátjuk. És hallottál te is valamit jövő hétre? Na igen, hogy nem lesz annyira jó. Hát nem. Igen, inkább most legyen rossz, és jövő héten legyen jó. Félek, ha sokáig van jó idő ezen a héten, akkor tudod, az időjárás mindig bosszút áll, nem? Hogy akkor most jó voltam hozzátok. Egyszer fent, egyszer lent, ugye? Egyszer hop, egyszer kop, egyszer völgy, egyszer hegy, nem? Na, Kalocsai bevezető felé van egy lézersó, Rumt Ice küldte nekünk. Na jó, szépen. Ma mindenki kicsit pihen, de nem baj, kellenek az ilyen napok, én ezt szeretem. Országunk kedvenc természet fotósai az M7-esen Budapest felé a 157-es kilométerkő után parkolóban mérnek, tutu üzente nekünk. M5-ös Budapest felé a szegedi felhajtó előtt összegyűrt fémtábla a belső sávban, mindenki vigyázzon, ez Attila küldte nekünk. Aztán reggel 5:45-től vártam a kérdést a Dell játékra, pont a WC-t húztam le, így nem hallottam. Szegély. Betty, drága Betty, hát akkor erről lemaradtál. 3, ezt írd. Igen, az A jó válasz, segítek. Egyébként rengeteg A betű jön a monitoromra. Én nem tudom, hogy volt valami játék. Jó? Hívtátok már a nyertes, vagy félkor hívjátok? Lesz, nem? Lesz nyertes, mindig van nyertes. Megvárjuk még a sok helyes megfejtést. Egy laptopot lehet nyerni? Az pénteken, most a hangszóró van, ami bluetoothos. Bluetoothos mi? Hangszóró. Hogy? Micsoda? Hát még korábban lőtték el. Ja, igen. Ezt a címpát legalábbis. A másodikat pedig még azt hiszem, hogy nem. Várjál csak, azt meg a D-napon parapta le. A fejem teflon korában lőtték el, a fülem, de nem tudom mi, platina, az a D-napon. Erre a Bluetooth-szúrszóra biztos, kérem, hogy rá lehet. Mire? Mond Bluetooth. Bluetooth, ugye egyszerű. Bluetooth? Hallod kell mondani? Bluetooth? Bluetooth. Mondd így egyszerűbb, igen. Te is, fiam, Bluetooth. Na jó, légy. Azért tényleg van egy határa. Ne lépjünk már. Megyünk egy nagy levegőt.
húzzuk be a kézifféket, jó? A vezeték jó. Nélküli hangszóró. Igen. Ugye ezt akartad kérdezni? Így van. Az. Szerintem felkeltheti az érdeklődését a mi Gyulánknak. Én meglepném vele. Most is láttátok, rajta volt. Észrevettétek, nem? A csávó szerintem egy rohadt nagy kiborg. ő Han Solo, nem is, Lando Calrissian segítje. Folyamatosan ott van a fülében. Ha nekem ezt egyszer valaki megmagyarázza, ezt a fülberakó dolgot, hogy ezzel még kell bemenni egy bankba, hogy azt miért nem veszed ki, hogy ez miért van mindig ott. Én tudom, hogy már nem ott tartunk, hogy valaki felszáll egy mobiltelefonnal a buszra, és azt mondja, hogy bunkofon, nem emlékeztek? Ez volt, hogy bunkofonnal telefonál, de ez a fülben, ez a kicsi headset, hogy ez ilyen nappal valakinek ott van, és úgy vesz közben egyébként áfonyát mellettem az öltséges, hogy benn van a fülébe, én ezt soha a büdös életben nem fogom megérteni, de nyilván kell, és akkor azzal elfogadom, magyarán... csak nekem egy picit még mindig fura. Tudod, mivel magyarázzák? Hogy bármikor hívhatják. Igen, és nem tudja föl, nem tudja tartani a telefont a kezébe, akkor mivel veszed föl? Mert ahhoz is oda kell nyúlni. Hát, meg kell nyomnod a füleden föl. Tudod de a igen. Fallak, mert a, hát ugye... Hát, mert a nyelvede, nagyon hosszú a nyelvede. Igen, mert a Gyula úgy csinálja, hogy ugye fogja a vizét, a foglalatot, és a másikkal pedig ugye csavarhúzót. Csak a fallak támaszkodva így megnyomja. Szerintem így csinálja, de engem ne nyugodj egyébként. Mindig, amikor megjelenik, akkor rögtön elkezdem keresni a Town-Town-omat, hogy hol merre felé tudnék menekülni vele, mert hogy megjelenik itt egy ilyen birodalmi lépegető, egy irgalmatlan high-tech cucca. Igazából mi a Gyulával birodalom visszavágósat játszunk, én vagyok Lando Calrissian, és én hívom, belebeszélek a Casio G-sakomba, Gyula. Gyula kinyitja a szemét, elkezd villogni a füle, és megérkezik hozzánk. Én például a múltkor, amikor még nagyon hideg volt, így reggelenként, akkor arra gondolod, hogy felvágom a hasát, és belebújok. És így próbálom meg túlélni az éjszakát. Ez Luke-nak is sikerült, ugye? Luke-nak is sikerült, hidd, de ha én vagyok Han, én utána megtalállak. Megtalállak és kiszabadítalak. Illetve pontosabban Han vágta föl Luke-nak. Így van. Vagy így nem, van. Luke vágta föl magának. Nem, Han Solo. Hát Han Solo húzta oda. Igen. És ő vágta. És ő kapcsolta be a fénykardot. Büdös, de legalább igen, életben büdös, de legalább túléled, igen. Aztán ő valahogy mégis túlélte, úgyhogy egyébként egy sátorban volt egész éjjel. Egyébként Feri, te ezt honnan tudod az utolsó, amit láttál? Múltkor. Chaplin kalandjai volt. Nem, múltkor meséltétek, mondom akkor. Te ezt nem láthatta. Te egy utoljára egy dokumentumfilmet láttál még kiradóval a normandiai partra szállásra. Amikor moziba voltál, utoljára még kiradó volt. Amikor Feri moziba volt, akkor úgy kezdődött az előadás, hogy meggyújtottak egy petrollámpát, aztán pedig egy ló elkezdett futni. Sőt, a zongorista. De téged még utoljára a néni kísért a helyedre egy elemlámpával a moziba. Nem, petróleumlámpával. Petróleumlámpával elemlámpa. És mivel nem volt, aki lapozza, mindig így ment, hogy... Gyerekek, én jövő héten már Angliában leszek, pont idén jöttök bajára, remélem jövőre is jöttök. Nem is szóltál, hogy ez kitelepülni. Igen, Anita küldte nekünk. Drága Anita, sajnáljuk. Hát egyébként lehet tudni, mindig május második hetében indulunk. A helyszínek ugye mindig változnak, de reméljük, hogy jövőre bár találkozunk. Mi mennénk Angliába, és te maradnál baján. Igen. Na, gyerekek! Egy érdekes hírt látott. Hol tetszukink? Nyugodj már! Gyerekek, én mondtam, hogy hozok be ide marokkói mentát. Én mondtam, hogy locsolom, mit is terveztem, de nem mondtam, hogy sodorjatok belőle. Ez marokkói mentá. Ezt nem kell vele semmit csinálni. Gyerekek, érdekes, szerintem ti is olvastátok a következő hír. Bivaj erős, negyedik generációs elektromos sokkolót szerzett be az országgyűlési őrség. Atya úristen! Hát azért beszéljünk erről egy picit. Megfékezni a vadállatokat. Számomra teljesen fura a dolog. Azt mondják egyébként, hogy egy európai trendet követnek. Ezzel is fel kell szerelni. Hát az ukrán trendet. Mert ott van szükség ilyen eszközökre. De hogy már egyébként máshol is felszerelik a parlamentben az őrséget, vagy az őröket. Ők ugye egyébként a rendőrség állományából válnak ki, tehát ugyanúgy hordhatnak egy csomó mindent, lehet náluk sokkoló is. De hát azért a negyedik generációs elektromos sokkoló, azért ez egy érdekes dolog. Nézzük, hogy ők kit védenek, vagy mit csinálnak. Minek kell nekik sokkoló, mondjuk a parlamenten belülre. A parlamenten kívül érthető. Fura. De nem ott kapják, hát ezért jó a felvetés, mert nem a külső kapunál lesz egy ilyen sokkoló. Hát őrzik az épületet is, kívül, belülök, sok mindent csinálnak egyébként. Több feladatuk is van. Kívül is őrzik, belül is vannak, épületet is őriznek, házelnökre ők vigyáznak, bizottsági üléseken felügyelik a rendet. De mondjuk nézzük a bizottsági ülést. Aha. Elképzelhető, hogy az azért kell, hogy ott ketten ott finoman összeverekednek, és hát, akkor jön... Valaki fellépi, vagy túllépi a felszólalásnak az idejét? Lejár! Jelzem a képviselő úrnak, hogy még 10 másodperce van hátra, 8, 7, 6, 5, 4. És abban a pillanatban nagyon megvágják. Igen, ők tényleg sok mindent csinálnak egyébként, hát az ukrán... Az őrök. Ja, az őrök, igen. Az őrök, akik kaptak most sokkolót.
De hogy például az ukrán parlamentben a képviselők összevesztek a büfében azon, hogy ki legyen az utolsó kókuszgolyó. Gondold el, milyen a morál? Azon vesztek össze az ukrán képviselők, hogy kié legyen az utolsó kókuszgolyó, és brutális verekedés lett belőle. Ez nálunk is ugye egy előfordulata a parlamenti büfé. Most képzeljétek el, amikor bemennek így egymás után, így ketten is, ráadásul nem is ugyanabban a padsorban ülnek. És a tét nem más, mint egy citromos minyon. És az utolsó citromos minyon. Azért... Értem. Én megnéztem ezt, hogy mit tud ez a sokkoló gyerekek, ez dermesztő. Na mi kéne, ha volna? Az a citromos, hogy az nekem is. Ugye, azért azt tisztázzuk, hogy nem a képviselőknél lesz, tehát ha ők össze is verekednének, akkor jönnek majd az őrök, és rendet tesznek. Ők egyébként a bizottsági ülésen nem használhatják képviselőkre. Tehát ott szerintem ez őket megnyugtatja. Tehát ott ők kivezettethetnek, vagy kivezetik az illetőt, de mondjuk, ha valaki ott bunyózik valakivel, egyébként ez a magyar parlamentben azért hál' Isten nem fordul elő, akkor ott nincs szó arról, hogy az országgyűlési őrség tagjai egyszerűen megsokkolják az illetőt. Igen, tehát nem kell félniük a retorziókra, nem kell ilyen riadtan körbenézniük, mielőtt mondjuk a képviselő úr válaszol az államtitkár úr felvetésére, és előtt egy... Megnéztem ilyen videókat, ez nagyon durva. Tehát ez 50 ezer volttal vág meg, 6-7 méter, 6-7 méter távolságból. Van olyan, ami két tűt szúr beléd, hát nem ráz a röhögés, illetve ráz, hát nem. De nem a röhögés, amikor azért ez így megvág. Tehát, hogy úgy, én ha összevesznék ott egy őrrel, inkább elnézést kérnék. Ez nem szórakoztató. Ez nagyon durva, nagyon sok felvétel van a YouTube-on egyébként. De eldőlsz, és úgy maradsz, vagy mit csinál, mi a hatás? Eldőlsz, nem tudsz megmozdulni, tehát kvázi tulajdonképpen, hát véged van. Aha. Összeesel, rángatózol, és semmit nem tudsz csinálni, és sokkol. Átmész egy ilyen obeliszkbe, abban a pillanatban, hogy megkapod a töltést, abban a pillanatban te a töltés. Így mereven, gyakorlatilag minden egyes testrészed kiegyenesedik, nagyon nem minden. Oda nem megy. Hála Istennek, és aztán pedig egyszerűen eldőlsz. De kell ez egyébként az őrségnek? Hát, bántani akarja valaki belül a képviselőket? Hát belül azért ez nem jellemző. Az előbb vázoltam, hogy egy citromos minyonról van szó, az utolsóról, érted? Ezek valami bivajerős dolgok. Na mindjárt megkérdezünk valakit, aki ért hozzá, Vas Gábort, a Kaliber magazin főszerkesztőjét. Hello Gábor, jó reggelt! Jó reggelt! Ezek valóban bivajerős, negyedik generációs sokkolók? Ezeket így hívják? Igen, ez egy rendkívül hatékony elektros kilóvő sokkoló eszköz, és most már több mint 800 ezer darab ilyet adtak el szerte a világban, és több mint 100 országban használnak ilyet. Tehát ez csak Magyarországon egy ilyen újdonság. Mit csinálok én, ha engem ezzel meglőnek? Hát ordítani fogsz, és eldőlsz. Ugyanis itt olyan áramimpulzust küld az emberbe, amitől ezek a nagyobb mozgató izmok szinte megbénulnak, és az ember nem nagyon tud talpon maradni, plusz borzasztóan fáj. Nagyon fontos kérdés, hogy ilyenkor a záróizmok összehúzódnak, vagy kitágulnak. Azok csak nem a méltóságok miatt. Igen, bár van, akinél igen, de... Ha készülök megtámadni Kövér Lászlót, bepelenkázom a saját magam, erre gondol a Jani, hogy felkészüljek-e arra, hogy utána méltatlan állapotba távolítanak el majd a parlament. Amikor kicsit támadólag odalép egy képviselőtársához, Balázs, és megkérdezi, hogy na mi kéne, ha volna Gábor? Beteg. Mi kéne abban a Gábor? Így van. Mondjad, Gábor, mert hogy te is tehát, Gábor vagy. Én nem az a Gábor vagyok. Nem, tehát itt amint elengedik a gombot, tehát amint megszűnik a feszültség, a fájdalom is aláfagy. Tehát ez ilyen szempontból nagyon jó szabályozható az eszköz. Tehát, hogyha lefújunk valakit egy gáspővel, vagy ahogy mondjuk te arcról lőtted gázpisztolyjal a Janit, az ugye utána még több 10 percig vényjog. Igen, ez a Wunder, a méltán nagyon népszerű, híres és sokat megjelent Wunder sömmel. Egyébként... És itt amint elengedik a gombot, az illető utána, tehát ha nagyon hamar rendbe jön. Eszméleténél van? Vagy elájul? Nem veszi az eszméletét. Én láttam így embert lesokkolni, ilyen tézerrel, utána gyakorlatilag fölsegítik a földről, hát meg van ijedve, meg azért zsibbad, meg ilyesmi, de nincs maradandó probléma. Tehát... Ez egy nagyon hasznos rendvédelmi eszköz, tehát hogyha nem démonizálni akarjuk, akkor ez egy relatíve humánus dolog, hiszen azokat az embereket, akiket ezzel kell lenyomni, milyen opció volt korábban, gumibottal addig ütötték őket, amíg meg nem lehetett bilincselni. Most először meglövik, és utána ütetik gumibot. De ezt még az amerikai rendőrök is használják, látni nagyon sok felvételt, hogy például plázákban őrök, rendőrök ezt előszeretettel használják. Ez tipikusan olyan esetekre jó, amikor ilyen zárt terekbe kell mondjuk intézkedni, ahol nem lehet mondjuk gáspővel fújkálni, tehát mondok egy példát, mondjuk egy kórháznak a biztonsági őrei, azokat nem fújkálhatják le
mondjuk a megőrült beteget gáspével, mert akkor ott mindenkit beterít. Ha nem maradnak a hagyományos, náluk hagyományos fejberugdosás mellett. Hát az is lehet, de az elektrosokkul azért mégiscsak egy humánusabb megoldás. Arról esetleg nem tudsz, hogy beszereztek olyat a parlamentben, amiben kisebb feszültség van, és ha mondjuk valaki elszúr nyókámer, hogy én látok egy csomószor olyan felvételt, amikor ott valaki nagyon éppen beszél, és hátul hárman, ketten sportot olvasnak, egy valaki alszik. Hogy akkor egyébként az ülés vezetője kicsit megsokkolja, hogy fölébredjen? Tehát ez nyom egy igent. Azonnal 50 ezer voltot ad le, vagy lehet ennek a teljesítményét visszavenni, hogy ne sokkoljon, csak ébresszen. Ilyen van? Ezt mondom, ez nem az én szakmai kompetenciám, a politikusok fegyelmezése. Nem erre gondolok, hanem hogy vissza lehet-e venni az 50 ezer voltból. Tehát állítható ezen a kütyűn nem, valami, vagy ez csak 50 ezer voltot? Tehát pont úgy van megcsinálva, hogy egy biztonságos érték legyen, ami megállítja az ember. Ugyanakkor nem okoz benne a legtöbb esetben maradandó sérülés. A legtöbb esetben? Tehát van egy kis ráhagyás? Van kockázat, ezt mondják a készítők is. Mindennek van kockázata, de itt azt mondom, hogy ilyen néhány tízzer használatra jut egy haláleset, de ugye mivel gyakran eleve nem teljesen józan, kábítószeres befolyásoltság alatt levő túlpörgött emberekre használják, hát ezek lehet, hogy egy része abban is belehalna, hogyha simán csak a rendőrök letepelik, földbe nyomják. Ilyet nem lehet szerezni, nem? Tehát, hogy... Gábor, ilyet nem lehet szerezni? Gábor, pult alól. Nem, mert hogy kipróbálnánk a Ferin. Semmi, ezért ki kell menni, Bécsbe lehet venni. Tök jó. De és figyelj csak, ez ott van már, várjál, ott van a parlamenti őröknél, mert akkor mi van, ha csak megrohamozom őket simán? És akkor neked össze se kell koszolni a kezed, Balázs. De nem, hogy ez illegális, arra gondolok. Tehát, hogyha nálam... Nem, ez Magyarországon egy érdekes jogi státusza van, ezt teljesen szabadon lehet tartani, szabadon lehet viselni, viszont boltban forgalmazni nem lehet. Kire? Próbáljuk már ki. De most nagyon sok videó van, ahol kipróbálják. Húzzunk sorsot, hogy kim próbáljuk ki, és nézzük meg. Zseniális ötlet. De kinek van pénzmikeretek? Van. Nekem van. Nekem van. De anyámnak van, az nem jó. Hát ez benne van, egy kis rizikofaktor. Hát fölmegyünk Sopronba. Tök közel van a határ, átugrunk. Jó. Egy kis Family Center, egy kis sokkoló. Az, amit vettek ezek a parlamenti őröknek, az ilyen $1000 körül van. Uh-huh. Van ennél drágább, meg van kicsit olcsó. Hát gondolom, minél drágább, annál biztonságosabb. Uh-huh. Nem tudod, hogyha a gagyi $100-osat veszed. Van ilyen direkt rendvédelmi, van ami polgári, és a csúcs az a rendvédelmi és több lövet is sokkoló. Tehát ugye ezzel csak egy embert lehet lesokkolni távolról, utána, hogyha az sikerült, és valaki még van, akkor le kell tépni azt a fejet, és utána közvetlen kontakt sokkolóként lehet. Hát ezért kell jól kiválasztani a célpontot, rögtön a frakcióvezető. Na, de ha ketten vannak. Hát ha ketten vannak, arra is fel kell készülni. Igen, most azon gondolkozom, hogy ha veszek ilyet, hogy lőjelek titeket hátba, hogy szólok előtte, vagy szerintem csak hirtelen. Ne szóljál. Szerintem úgy, amikor jövök be ilyen vidámmal, az egyik kezemben egy kávésbögrével, a másikban a zapkásámmal. Mint a mókust fele! És abban a pillanatban véged van. A sérülések egy része egyébként abból adódik, hogy az illető elesik és beveri a fejét. Persze, nyilván mi is humorizálunk, nem is akarjuk ezt kipróbálni, meg senkit nem is buzdítunk erre nyilván, hogy ezt kipróbálja. De mert alapvetően veszélytelen, csak ilyen dolgokra kell figyelni. Hát azt írjuk, hogy veszélytelen, ugyanakkor azt mondja, hogy van egy kis szívritmus zavar, valami, akkor azért az okozhat zavar, tehát hogy azért senkinek nem ajánljuk nyilván. Na jó, hát a Gábor azt mondta, arányaiban elenyésző. Bocs, Feri, és a Feri egy hete fekszik, és ismered a mondást, kivétel erősíti a szabályt. És a Feri egy hete krumplipürét eszik, tudod, a helyen szívószállal. Feri, bocs, te voltál az 1% rajtad, kellett kipróbálni. Jaj, megint visszabüfisztettem vémmedbe. Igen, gyerekek, a Feri az áldozat ebben a műsorban, egyszerűen nem tudom máson elképzelni. Tessék? Miért mindig a Jani meg a Feri az áldozat? Hát azért, Gábor, mert a Feri nagyon magas, nagyot esik nyilván. Tehát most legyen benne valami faktor, érted? Tehát, hogy legyen benne valamiféle rizikófaktor, persze. Meg hát én veszem meg a cuccot. Így a Gábor, hát a kérdés, ez a válasz, mert nekünk nincs pénzünk rá. Hát most én meg is vegyem, és lövessem is le magam, hát hülyének nézel, Gábor. Hát azért minden meg határa. Jaj, Gábor, köszi, hogy elmondtad, segítettél nekünk, mert mi azért nagyon nem ismerjük. Köszi, jó munkát nektek, ciao. Hello, Kaliber magazin főszerkesztőjével, Vas Gáborral. És ha tudsz 500 ér, akkor... Komolyan beszélni. Gyerekek, senki ne akarja akkor a parlamentet megtámadni, vagy belül ott nagyon rendetlenkedni. Mondom, nyilván nem arra kell gondolni, hogy képviselőkre lőnek, mert nem lőhetnek. Tehát, hogy az házszabály. Azt olvastam, hogy ha valaki rendetlenkedik, azt nyilván nem lőhetik le, vagy verekedés alakul ki, ott csak kivezethetik. Tehát nincs olyan, hogy tényleg valami őr ott
nem tudom, Berák Gellert kap. Túl sütötten is. Túl sütötten, megérkezik, megnéz két Rambót, és elkezd lövöldözni hétfő reggel. Tehát, hogy azért megszavaztátok? Ez... Igen, tehát ez nem fordulhat elő. Rájuk nem lehet lőni. Jó, képviselőkre nem. De mi van az újságírókkal? Képviselőre a tetoválással jössz. Egyébként, ha rosszat kérdezem, de most nem, komolyan. És csak azt látod, hogy húzom. Az édesapai bányai! Csak azt szeretném kérdezni a stadion építés. Igen. 845,000 stadion! Már vigyázni kell, vigyázni kell. Egyébként gyerekek, tényleg nézzétek meg, döbbenetes felvételek vannak a YouTube-on, hogy mit vált ki. Az emberből az amerikai rendőröknek iszonyatos presztízse van, ott most egyébként nagy felháborodás, hogy mindenki tudja, hogy miért, hogy cseréljék le, vagy szereljenek föl minden rendőrt ezzel, hogy ne kelljen egyből az éles fegyvert használni, hanem legyen lehetősége az áldozatnak, akit teszem az egyébként sokszor ártatlanul lőnek meg, vagy lőnek le, legalább úgy, hogy sokkolóval kap egyet. És akkor utána, ha kell, akkor használják az éles fegyvert. Megszavazzuk, Feri? Jani? Hát, én már szavaztam. Hány szavazat? Kettő? Hát, Feri. Akkor mégis csak én vagyok, kösz. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mert hogy ezzel a témával foglalkozunk majd a hírek után, hogy ti hogyan védekeztek, kinek mi van a táskájában. Végezzünk egy ilyen kis, nem azt mondom, hogy reprezentatív közvéleménykutatást, mégis nézzük meg, hogy mivel védekezik a magyar. Ezt a munkacímet adtam ennek a fél órának. Ez egy a következő fél óra munkacíme. Mivel védekezik a magyar? Nagyon kinek jó. Mi van a táskájában, mi van a kocsidban? Beleszereltél-e 100 darab 100-as szöget a baseball ütődbe, te abban hiszel? Mi van a csajoknál, a neszeszerben? Van egy kis gáspré, körömlak, hajlak, ami elé öngyújtót teszel, úgyhogy rugóskés, bicska. Mi van a csajoknál, mi van a pasiknál? Kinek mi van az autójában? Nézzük meg, végezzünk egy ilyen kis közvéleménykutatást, mivel védekezik a magyar. SMS számunk 0670-645-0000, jövünk Ákos híre után. 3.49 van, pontosan, szép reggelt kívánunk, én a Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy bivaj erős, negyedik generációs elektromos sokkolókat szerzett be az országgyűlési őrség. Nyilván humorizáltunk ezzel a dologgal, persze meg vicceltünk, nem arról van szó, hogy itt a parlamenti képviselőkre fognak lövöldözni egy durva számháború keretein belül, sokkal inkább ugye vigyáznak az ő biztonságukra, mert hogy ellátnak többek között olyan feladatokat is, hogy kívülről is őrzik a házat, és hát ha valaki oda be akar tolakodni, akkor kaphat a nyakába 50,000 voltot. Igen. Jó, de nem tudjuk természetesen, hogy a parlamenti büfében milyen értéket képvisel az utolsó túró. Igen. Azért tényleg többet beszéltünk erről, vicceskedtünk, de hogy az ukránok tényleg összevesztek az utolsó kókuszgolyón és verekedtek, azért azt gondold el. És ők döntenek az ország sorsáról, hát, hogy verekednek egy kókuszgolyót. Érted? Verekednek. A kicsit is megbecsülik. Érted? Igen. Na de azért az nagyon elvetemültnek kellene, hogy megegyék előled az utolsó kókuszgolyót, te még neki hát megverni, nem? És érted, még egy sonkás szendvics, mert nagyon éhes vagy. Egy kókuszgolyó. Honnan tudod, hogy és brutális nagy verekedés lett belőle a büfében, egy kókuszgolyó miatt. Na, mi arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők mivel védekeznek otthon, autóban, táskában. A pasikat nagyjából sejtettük nyilván, hogy mindenféle harci szerszámmal van fegyverkezve az ő autójuk. Talán ennyire durva dolgokra nem gondoltunk. Viszont arra vagyunk kíváncsiak, hogy a nők, vagy arra voltunk kíváncsiak, hogy a nők leginkább mivel védekeznek, hiszen ők egyrészt a kiszolgáltatottabbak, kettő nekik kell inkább arra gondolni, sajnos, hogy valami rossz dolog történhet velük. Itt van Móni velünk. Hello Móni, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, neked mi lapul a táskádban? Hát, amit én hordok magammal, az igazándiból egy paprikaspré, amit egy olyan jó 2-3 évvel ezelőtt szereztem be magamnak, és mostanában vettem magamnak egy kolsztilt. Micsoda? Egy kolsztilt, egy kést vettem magamnak, és amit így hébe-hóba szoktam hordani, ami nem igazán legális, egy viperát, de az... Van már egy viper a két fekete mamba, és egy mezei vízisikló. Így ennyi. Figyelj, de a kés az kihajtogatod, vagy ez egy ilyen rugós kés? Nem hajtogatós, ez egy ilyen tokba van benne, úgyhogy igazándiból oldalra nem tudod föltenni a nadrágra, meg ilyenek, mert az túl nagy, de benne van a táskában igazándiból, ez egy ilyen tokba tartott kés. De és mi történik, ha megtámadnak? Akkor azt mondod, hogy pillanat, benyúlok a táskámba a pénztárcáért? Kiveszed a tokot, kiveszed belőle a kést. Pillanat? Igazándiból nem tudom, hogy mit tudnék akkor kezdeni magammal hirtelen. Igen, csak megnyugtad. Ami általában a kezembe akad, hogyha olyan társaság vagy nem tudom mit látok, akkor általában azért először csak a gáspré van nálam, szóval rögtön késsel nem ugrunk neki senkinek. Korrekt vagy. De gondolom a tudat megnyugtat, hogy ott van a kés is, hát nem? Igen. Elnézést, én is a jegyért állok sorba.
Igen. A vipera, az ugye azt ki kell ütni, és akkor igen, kijön egy ilyen kis igen, fém. Hát az már nagyon elvetemült, meg kell ahhoz lenni, hogy az ember azt használja, de az is a nyugtató. Igazándiból arra jó, hogyha nem tud semmit elővenni, akkor a táskával egy uniót odavágsz, jó nehéz az is. Hát a vipera elég kemény, igen. A paprika sprét nézd meg, mert nagyon hamar lejár. Tehát, hogy azt ellenőriz, nehogy valakit lefújjál, fölröhögjön, aztán még jobban berágjon, mert nagyon hamar lejárnak a paprika sprét. Csak olvasd időnként. Szívem egy pillanat, ha jön csak ide. Tényleg érdemes egyébként, de még soha semmit nem kellett használnod, nem? Nem, szerencsére nem, úgyhogy nem, igen. Hát ne is kelljen, mi ezt kívánjuk, de fel kell készülni, sajnos, főleg, ha az ember éjszaka jár haza. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szépen köszönöm. Ciao, hello. Szia, hello, szia, hello. Szia. Na nézzük, mit írnak még a hallgatóink. Azt mondja, nálam a kocsiban a két ülés között gázpisztoly van, a párom is hord magánál a táskájában kis női pisztoly. István Kecskemétről, kis női pisztoly van. Jó, hogy megyünk Kecskemétre kitelepülni. Igen. Fussunk össze. Kocsiban egy boxer tartok, táskában viperát, soha nem kellett még használni, de jó tudni, hogy ott van, Tomi küldte nekünk. Övtáskában 12 mm-es gumilövedékes revolver, nagyon hatékony önvédelemre. Ezt Totó küldte nekünk. Főleg nyáron, meg tavasszal, amikor kevesebb a ruha az elkövetőkön. Igen, én nyújtófával védekezem, a nagyitól csortam. Pisti küldte nekünk. Kajafutárok vagyunk, hajnali 4-kor már dolgozunk, pár hete a párom mellé az egyik címen beugrott az anyós ülése egy drogos, első dolgom hétvégén a piac volt, beszereztem neki egy sokkolót. Vannak ezek a kézi sokkolók, és igen, érnek valamit, amit oda kell érinteni, az megvág, mint az ipari áram. Igen, az csak ott kell ugye a közvetlen kontaktus, miközben ezeknél a tízereknél, meg ugye nem, mert ott átidalja a távolságot ez a drót, ami pedig jó, azt meg oda kell nyomni. Igen, meg oda kell, és akkor ha már a közelében vagy, akkor bármi történt. Mert Fenének volt egy nagyon okos felvetés egyébként, hogy kipróbálhatnánk ezt a tízért, csak kellene belőle szerezni egy gyerekváltozatot. Csak mennyire én vagyok. Igen. Figyelj, ha nem lenne ez az 1%, hogy a szíveret kiüti, fájdalmat bevállalom, de azért tudod, ha pont beleesel abban 1%-ba, hogy van egy kis hiba százalékban. Van egy megoldás egyébként, hogyha úgy csináljuk, hogy nagyon közel állunk egymáshoz, és az egyik érzékelőt te kapod, a másikat én, akkor nem oszlik el? Lehet, csak 25-25 ezer volt rád, még igen. Az exemtől kaptam egy sokkolót az autómban. Megmutatta, hogyan kell használni. Egy hétig nem tudta használni a bal karját utána. Edith küldte nekünk. Az autóban a kopasz nagy darab páromat tartom, a táskámban pedig hatalmas kulcsomó energiaital, kis autók, pénztárca sokkal próbál, szóval ha valaki belém köt, csak meglendítem a táskát, és fekszik is az illető. Ezt Dóra küldte nekünk. Aztán azt nézem még, hogy nekem a korzába kettő vipera, egy vadásztőr és egy négyágú dobócsillag is. A legnagyobb. Ez már ilyen sokkosú bivonal. Igen, beöltöző fehér ninjának, dobsz egy füstgolyót és eltűnsz a körúton. Igen, persze. A dobócsillag kicsit erős. Elnézést, meg tudod arra? És tudod, és eldől. Csak az időt szerettem volna... Látok a füstölést, mert kicsit itt azért a sokkosúgi vonal az bejátszik, igen. A fehér nincs, a fekete nincs a harcából. Önvédelem céljából nálam van mindig egy Balázs Pali CD és egy Zambó Árpi fotó. Igen. Kapuszerelő vagyok, 2 fél méteres rugófelhúzó vasbeton acél van az ülés mellett, autokiller írja nekünk. 190 centi magas, 130 kiló plusz boxoló vagyok, ha minden kötél szakad, még ott a viperám is. Ezt Pöti küldte nekünk. Gyerekek, a magyar lakosság nagy része fel van fegyverezve. Fel vannak fegyverezve. Az a baj egyébként ezekkel az önvédelmi eszközökkel sok esetben, ezt a saját, illetve nem saját tapasztalat, egy családtagnak a tapasztalat, természetesen nem a feleségemé, hogy amikor van nálad gázspray, nem mindig jut az eszedbe. Ő is keveredett még régen olyan szituációban, amikor egy kis szóváltás volt a de buszon, hazafele mellett a Rádaiból. Elvitték előle a kilós akciós banánt, vagy nem, ennél hogy hívják, mert majdnem késelésbe torkollott egyébként az eset. Véletlenül valakit a buszon meglöktek, mert figyelmetlenek voltak, meg nyilván jó volt a buli, és lerángatták őket a buszról, és neki ott lapult a kis táskájában a gázspray, de nem. Csak elfelejtette. Hát persze, mert inkább rugott mindig, tehát és akkor például eszébe nem jutott, csak otthon jutott az eszébe, hogy neki ott van a táskába a gázspré, tehát hogy akár azt is használhatta volna. De még annyira meg volt ijedve, hogy belefújt a levegőbe. Ja, igen, hogy legalább az érzés meglegyen. Akarodjatok! Te vagy az kincsem! Rohadj, mi arcon fújt téged, igen.
Nálad van valami, Feri? Semmi, az ég egyet. Semmi? Azon gondolkozom, hogy nálam sem. Nálam sincs. Nincs egy ilyen fél mangalica sonka? Pont. Biztos van nálad legalább egy ilyen csont, amivel játszottál gyerekkorodban, amit a nyakadba akasztottak, egy ilyen velő, amiből már kiszívtad a velőt. Nem, a kutyák már elvitték, tudod? Tehát nincs a mangalica sonkát meg nem hurcápoljuk, otthon egyszer. De nincs egy ilyen félig lerágott struc lábszár csont, sincs semmi is nálad. De kulcstartója van egy marhalapocka, érted? Egy fokhagyma nyomor, semmi? A marhalapockámon van egy kulcs, nem ugyanaz. Figyelj, a kerékpárosok egyébként, a kerékpárosok azok esküsznek a jó minőségű fémpumpa, egyébként az tökéletes, illetve vannak ezek a kerékpárzárak, amelyekből a prémium minőségűek, azok, amik gyakorlatilag már erővágóval is átvághatatlanok. Az van a bringám. Annyira durvák, hogy lánc. Csak nincs meg a kulcsa, mi? Jó lenne, meg lenne, tudnám használni. Nálam sincs semmi, egyébként azon gondolkozom, hogy így nem. De most azért elgondolkodtam. Tehát ahogy jöttek az SMS-ek, hogy itt mindenki hord valamit, csak mi hárman vagyunk ilyen hülyék. Hát én nem, én hordok magammal, ja? Mindig van. Nekem ott a hajvasalom, azzal azért, ha nagyon elkezdek adonásni. Be van dugva. Be van dugva. Tűzforró. Én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor mindig elsírom, magam a hátamra fekszek, és megmutatom az ágyékomat a támadónak, hogy ezzel jelzem, hogy megadom magam. De tök, mert mindig csak körbe szimatolnak, és lepisírnak. És mennek tovább. Megadta magát a kis pitbull. Nézzed a kisfiú, milyen aranyos, hol vannak a szüleid, kérdezik tőle, nem? Eltévedtél, ma megint nem mentél iskolába. Hát igen, nem tudom, hogy mi a jó, hogyha felkészülsz rá, fene se tudja. Jobb talán. Megnyugtat. Tehát, hogy magabiztosabbá válsz attól, hogyha van nálad valami. Nem feltétlenül. És hogy jobban kiszállsz herciáskodni? Igen. Tehát, nem, amikor már reggel kilépsz a kapura. Ja, mi van? Mit néztek, gyökerek? Persze, nem erre gondolok, nem persze. Nem erre gondolok, hanem tényleg, amikor tudod, hogy van nálad valami, egy kicsit a fellépésed is jobb. Nyilván nem keresed a bajt, meg nem keresed a feszkos helyzeteket, azért, mert van egy viperád, egy surikened, meg egy kuszarigámád, egy naginatád, és egy ilyen, hogy hívják. Igen, két nuncsakod, és egy Bruce Lee poszteret. Igen, fakt nálad. Tudod, hogy valaki így fölállna nekem, azon nagyon röhögnék. Megpiszkálna az órát, megnyalná az ajkát, ami vérzik, és beállna egy Bruce Lee-ba, azt elsírnám magam. Szerintem ez egy tök jó módszer. Tehát, hogy elkezdesz nem, Jani, Bruce Lee-zni, érte, abban a pillanatban ott hagy mindenki, nem. Azt mondja, hogy Jézus. Nem, Jani, elmondom, leütnek. Tehát ez nem jó módszer. Vagy le is lőnek rá. Igen, mert megcsináltad. Tehát felállsz így valahol a négyesen egy kamionsofőrnek, akire rádudáltál Bruce Lee-ba, egyszer leüt. Tehát ez nem így, de hogy ez nem jó módszer. Lehet, olyan állást kapsz, hogy összeállod magad. Érted, ne állj föl ilyen kamu Bruce Lee-ba. Egy török kamionos belső Anatóliából nem is látott egyetlen Bruce Lee filmet. Sem, nem tudja beazonosítani. Röhög kettőt, és kapsz egy olyan bivajerős ízés sárkány ugrófordulót, hogy aztán pedig beborulsz az állatba. Hátra visz a bizébe, az albókajutjébe, lehúzza a gatyádat. Igen, és majd szólított papának. Így van. És majd is mondd Leila. Na, játsszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Lilla, hello Lilla! Honnan hívtál minket? Sziasztok! Én most érzed a Budapestre, egyébként Nagy Börzsönyi vagyok. Na, és mit csinálsz itt most nálunk Budapesten? Itt tanulok. Mit tanulsz? Egyiptológiát. Hol? Budapesten? Na, ez klassz. Ez jó. Egyiptológiát. Hát ez inkább nálam ilyen hobbi dolog. Igen? Igen. Minek készülsz? Idegenvezetőnek? Vagy régésznek? Vagy egyiptológusnak? Hát, maga az ország tudom. És az ország történelme érdekel? Igen. Hogy mi lesz belőle, azt még nem tudom megmondani. Tehát nem vettek fel máshova? Nem, egyébként másoddiploma nálam már. Ez egy jó dolog, de érdekel is az ország, vagy csak láttad, hogy van egy ilyen szak, és akkor mondod, hogy legyen egyiptológia? Érdekel, mert nagyon régóta, igen. Uh-huh. És mi az első diplomád? Andalogógia. Hát világos, két ilyen jót összehozni. Hát egy andalogott az ember. Micsoda? Az micsoda pontosan? Mit mondtál? Nem is értettük. Andragógia, hát felnőttek képzésével, munkaügyekkel foglalkozom. Én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy andragógus leszek. Andragógus? És aztán végül nem lettél semmi. Aztán végül nem. Aztán úgy döntöttél, hogy inkább itt halljam ezt a kérdést, még 80 év. És aztán végül úgy döntöttél, hogy nem leszel semmi. De egyébként ez egy jó. És hogy jött a kettő? Hát a kettő együtt azért egyiptológia, illetve felnőtt képzéssel foglalkozni, ezeket azért valóban távol áll egymástól. Hát ez legyen egy valami, amivel el tudok helyezkedni, és legyen valami, amit szeretek is. Uh-huh. Ilyen egyszerű. De jó. Na jól van. Azért kiáltottam fel egyébként, mert gyönyörű szép helyen laksz. Nagy Börzsöny, csodálatos. Igen, csodás. Igen, tényleg szép. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem
Figyelj, megkockáztatom, hogy tudni fogja mind a hármat. Szerintem rá kell mennie. Szerintem ne éljen veszélyesen, megkockáztatsz ilyen dolgokat. Ilyen ne legyél ennyire veszélyes ma reggel. Intelligens, szimpatikus, kellemes hangú lány, aki ráadásul a második diplomája készül, mert hogy az első az androgógus, az már megvan. Igen. Nálad van valamilyen védelmi eszköz? Igen, igen, én egy tört adok magamnak. Egy tört? Igen. Még Tutankhamontól? Aha. Nem, nincs megátkozva. Egyébként csak egy sima tőr. Egy sima tőr, és ott van a kis táskádban a neszeszere mellett, igen? Igen, uh-huh. Igen. Na jól van. Nézzük a kérdéseket, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Hogy nevezik idegen szóval, amikor valaki a mondani valóját taglejtésekkel, kézmozdulatokkal kíséri? Gesztikulál. Így van. Csúnya. 65 darab poént lehetett volna erre ráfűzni, de úri emberek vagyunk. Menjünk tovább? Igen. Itt szól a második kérdés. Morning show-s baseball sapkáért. Melyik popformáció egyik dalában hangzik el, hogy csak pózolok, hogy legyen like, hogy lásd, mit csinálnak a legendák? Rommá játszottuk itt a rádióban is. Ma is volt. Rongyosra játszottuk. Well, hello. Az bizony. Te jó vagy. Így van. Well, hello. Így van. Na mi legyen a harmadik kérdéssel? Megkérdezhetem, milyen témakör? Hát ezt nehéz nagyon bekategorizálni. Latin, vagy ókori latin, vagy mit mondjak? Ha ókorila menjél, hát ezt tudod. Egyértelműen történelmi kérdés, és hát... Igen. Hát akkor menjünk, aztán szerintem ezt fejedbe égek. Biztos, hogy tudni fogod, ha nem, így jártál. Jó, menjünk. Így van. Így szól a harmadik kérdés. Jani? Ja, mi van? Ja, nem szeretem. Idegen szó. Melyik magyar város ókori latin elnevezése Scarbantia? Megismételnétek? Ezt csak egyszerre. Vonaton ülök, hát ha valaki tudja. Aha, vonaton vagy? Azt hittem, mert itt vagy Pesten. Melyik magyar város ókori latin elnevezése Scarbantia? Scarbantia. Így van. Elnézést, valaki tudja, hogy Scarbantia milyen magyar település ma? Senki? Senki. Nem, valaki válaszolt, vagy mindenki lenézett előre? Vagy mindenki rázza a fejét. Hát ne add föl, menj tovább, állj föl, és akkor menj tovább. Mondd, közvetíts, hogy ki van előtted. Van ott egy idős néni, aki olvas, egy bácsi, aki üldögél, mit látsz? Ki? Hát úgy látom, hogy senkit nem érdekelek. Igen, itt valaki, van egy újság, itt Sopron. Sopron. Hát nem is volt nehéz. Direkt nem akartam kérdezni valami közhelyes tényet, hogy mit tudom, Alva Régia, vagy Szopjáne. Nagyon ügyes vagy, nagyon Lilla. Ügyes a bácsi. Ki segített? Egy kedves úr segített, egy fiatal úr, aki gyorsan meggooglista. Ja, meggooglista, Nézska. Az a Google segített. Milyen jó, hogy ott van wifi a vonaton, vagy 3G. Igen. Jól van, Lilla, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag, díleljétek le, hogy ki mit kap, jó? Jól van, nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot. További szép napot, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel, Kassa Tibivel folytatjuk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Magon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 múlt, pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk és folytatjuk. És mondjuk, sokszor mondtuk, lehet, hogy kicsit unalmas, ne haragudjatok, ezért nyilván az unalmasat azért idézőjelben mondom, hogy reméljük nem az. Turnéra indulunk a jövő héten, és egy 5 állomásos turnénak készülünk nekiállni. Nem sokára Sopron az első állomás. Hétfő Scarbantia. Így van, Sopronba megyünk. Megnézzük, hogy mennyire hűségesek ott hozzánk a hallgatói. Hogy de összeraktam! Öcsém, megfelelem az asztalt mindjárt. Így van, tehát Deák tér, május 11-e Sopron ez a helyszín, aztán Kecskemét szintén a Deák téren leszünk, Baja, Tóth Kálmán tér május 13-a, Salgó-Tarján főtér, ez május 14-e, és Budapesten jövő héten pénteken zárjuk majd a turnét
az Árkád üzletház Fehérvár úti, Fehér úti bejáratánál. Igen. Ott leszünk. Kecskeméten például a Deák Ferenc téren fogjuk felállítani a mi kis cifra palotánkat. Bocsánat. Még bajára is valamit, jó? Halászleveset. Trafi az M3-as Debrecentől Budapest felé vezető oldalán a Böszörményi pihenőnél, ez Zoli küldte nekünk, aztán valaki azt írja, hogy nálam mindig van egy paprika spré. Ez Zoli küldte. Mérnek a 49-esen járműben, egy fehér Audiból, a Máté Szalka felől jövőket, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Hozzánk pedig megérkezett Váris Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Tibi, jó reggelt, hello! Szevasztok, picit büszke vagyok ezzel a múlt heti akciónkra, mert a Janninak a táncos videója azért finoman fölborzolta a kedélyeket, ugye? Ami jó, az igen. Jó. Ami jó, az jó. Sok szerelmes levelet kaptam. Ezt akartam, hogy milyen visszajelzések jöttek a táncos performance-ra? Hát sokan felfújták volna a kis szoknyácskámat. Egyébként tényleg. Sőt, láttam valami bulvár, még rá is csúszott arra, hogy... Balázs dalolására. Igen, igen. Hogy, ott hogy, volt hogy, a telinkedés, utána megmutatták a terútázat. Hogy én milyen kínos helyzetbe osztalak és megosztottam, és nem akartam mondani, hogy a Morning Show-nak a Facebookján volt először kitéve, utána tettem ki fél nappal. Igen, ezt úgy tudták eladni, hogy te csináltál rólunk egy ilyen kis animációt, hogy én táncolok, te rúttáncolsz. Igen, vicces videó sem. Kassa Tibi megalázta. Hát, hogy hol tart a bulvár, de tényleg mennyire, Kassa Tibi megalázta a Sebestyén Balázsékat. Nyilván ugye hát a kiskerésre rá kell hajtani azért. Amit ti magatok osztottatok meg ugye a Facebook oldalon, igen, majd én 5 órával később én is kiraktam, igen, mert hogy legyen ott. Ki magyarázott, hogy szemétállat voltál. Ugye, fut a gyáva, fut menekül. Csak az a szomorú ebben egyébként, hogy a bulvár már számtalanszor rákúszta a vízés lepedőt, ilyen mondva csinált ürügyek. Igen, döbbenet, hogy ebből ezt tudták csinálni, igen, és már bekommentelték, hogy gyerekek, azért ne adjatok már ilyen címet. Igen, 5 órával korábban ki volt nálatok. Na viszont azt gondoltam, hogy tőletek kaptam tegnap estére egy ajándékot, mert hétfő este azért nem standard buli időpont. És rendeltek egy bulit egy furcsa időpontban, egy furcsa helyszínre, az volt a helynek neve, hogy Debrecen Kazánház. Na mondom, hát jó. Ha most nem a Balázsék szivattak meg, akkor soha. Elindultunk lefelé, de én mondogatta a bátyám, Gabesz, van szerződés? Van, Gabesz, milyen a hangja, milyen volt? Van szerződés? Tudod, lementünk, és láttam magamat, hogy ott állunk egy nyomorúságos kazánház mellett, tudod, így ketten, így nagyon röhögünk, hogy Gabesz, na most megszivattak. Tehát, hogy most eljött az a pillanat, amikor egyszer lukra futottunk buliba, de egy hely létezett. Pedig azt mondom, hogy ez a ti ajándékotok lesz, egy kicsikét rácsúsztok, és rendeltek végre egy ilyen kamu bulit, és nagyon kellemetlenül ott fogunk állni a Gabesszal. Nem, majd azt ezután csináljuk. Ott állnak hárman, tudod. Igen. Utcaháztám is egy ilyen mozdony makett, valami meg állok ott a izé mellett, és nagyon várom, hogy hol van a közönség. Na és milyen voltál elsőjén nálunk a Bókaiban? Embertelen jó buli volt, az egész majálisos ilyen maraton az baromi jól sikerült, rohadt nagy eső volt, de le a kalappal mindenki előtt, aki volt, de embertelen jó buli volt. Az eső miatt nem indultunk el egyébként. Na, megértem, és abban a pillanatban, érted, elkezdett esni az eső. Na mondom, szegény Tibi. Nem. Szegény virág. Hát ráadásul a virágnak meg jó is, hogyha... Ja. Hogy... Ja, tényleg. Ez egy ilyen nap. Mondjuk el a mai adás apropóját, mert egy kicsit más lesz, mint... Már célozgattunk rá múlt héten egyébként. Célozgattunk rá múlt héten, amikor is már egyfajta, nem is azt mondom, hogy ismétlést tartottunk, de belehallgattunk egy-két jó pillanatban, és... Állj! Egy-két jó pillanatban. Hát miért hallgattuk meg az összeset, arra gondolom. A Morning Show musicalek egy-két jó pillanat, tehát azok ikonikus. Emblematikus. Aha, pillanatok voltak. Igen, és ezt, hogy ma folytatjuk, mert hogy Tibi a rovattal együtt nyári szünetre megy innen a Morning Show-ból. Gyerekek, egyszerűen nem tudunk mit csinálni, tehát rengeteg felkérés, koncert, közönség találkozó, május 1. Most elkezdett írni egy új dalszöveget is, már majdnem háromszor megvan belőle, valahogy ezt
is össze kell. Refrén már megvan. Szövetek vagytok. Úgyhogy Tibi nyári szünetre megy itt nálunk. Ősszel jön majd a folytatás. Az is lehet, hogy egy kicsit más formában. Az új lemezzel a lálálánánánával együtt. Te rohadék vagy. Nem, egyébként utána számoltam. Nem tudom, ti számolgatatok-e, hogy 5 és fél év? Mióta van? Mióta azóta, ahogy a Danubius vége volt, az utolsó turnénkon Szegeden jöttél el hozzánk. Ezt lett volna a kérdés, hogy emlékeztek el, hogy engem mikor nyertetek meg magatoknak, mikor csaklisztatok, mikor láncoltatok magatokhoz. Ez egy Danubius rádió. Ahogy annak vége lett, úgy éreztük, hogy egy rossz van, akkor még egy elfér. Hát, gyere velünk tovább. Emlékszem, hogy Feri mondta, hogy ebbe egy év sincs, aztán 5 és fél lett. De szemetek vagy. Szóval, hogy a nyári szünetre megy a rovat, és ezért arra gondoltunk, hogy az elmúlt évek legjobb pillanatait idézzük föl, leginkább hanganyagok formájában, mert hogy nagyon sok ilyen készült régebben, és hát ezek ugye legendássá válták, sok hallgatónk szerette, azóta is kívánja, vagy kívánta, vagy kérte tőlünk, hogy de jó lenne ezeket újra meghallgatni, úgyhogy összeválogattunk ebből néhányat, nyilván az összeset nem tudjuk megmutatni. Ez több száz volt, nézegettem, hogy mennyi volt, azért 300-400 volt egyébként körülbelül, és abból egyébként az archívumban már csak közel 100 van meg, tehát a régebbiek azok meg sincsenek, én is próbáltam össze-vissza vadászgatni még, hogy miket tudtam ilyen Winchesterekről így visszahúzni. Nekünk is hatalmas élmény lesz végighallgatni ezt a 40 másodpercet. Te miről beszélsz, te szerencsátok? Legalább a könnyes búcsú az hozza ki belőled az érző lelket. Nincs benne ilyen. Nincs ilyen arca, tehát nincs lelke. Na az első bejátszó az rögtön egyébként egy olyan rovat, ami szintén állandó rovat volt, és egyébként nem is értem, hogy annak miért lett vége. Az annyira jó, tartalmas valami volt, hogy a Pákónak is volt rovata. Hát az rövid életű rovat volt, néhányszor átcsörögtünk, és talán... Mi volt a nyertő? Nem, mondókákat, vagy szólásmondásokat, nem tudom, miket... Tanítottuk magyarul, és szólásmondásokat adtunk neki, hogy ezeket mondja vissza nekünk, és értelmeznie kellett, igen. Na de, mi ugye ezt tovább vittük, és azt mondtuk, hogy ajándékozzuk meg az országot, a nemzetet azzal, hogy GPS-ként élvezhessék Pákó hangját, ami egy teljesen korrektül elkészült GPS volt, letölthető volt a Morning Show weboldaláról, nem tudom, hogy még, lehet, hogy még talán most is az, de régen biztosan az volt. Hát, ha mennyi frissítés van. És mi ezzel baromi sokat mászkáltunk, és itt jön egy percnyi anyag abból, hogyan készült, hogy GPS dolgokkal, ilyen szavakkal hogyan tudott megbirkózni a mi Pákónk. Meghallgatjuk. Egész, élesen, henye. Enyhén. Ez nehéz lesz. Nem baj, mondjuk. Enyhén. Enyhén. Ilyen nincs meg. Vesed, Gobesz? Veszel. Tehát enyhén. Enyhén. Bocsánat, hát te lehet. Enyhén. Jó, mondjuk fel, hogy tudjuk, tehát enyhén. Helyén. Pákó, nincs ilyen, hogy enyhén. Enyhén. Helyén. Mondd, hogy enyhén. Enyhén. Nagyon jó. Megvan, ez jó. Enyhén. Ezt ez elfogadtuk. Jó. Igen. Mit találtál, Pákó? Enyhén. Megvan, hagyjad már. Ne enyhézzél. Megvan. Na, hát ezt nem annyira tudta kimondani. Nem, figyelj. Ezt nem tudta kimondani. Hát konkrétan, tehát ez ugye az, ahogy készültek a különböző GPS, fordulj jobbra, előre, hát van, igen. Menj le jobbra. A temetőnél. Meg nem tudom, hogy ilyeneket mondattunk fel, mert elpusztulsz. Rengetegen letöltötték a Morningshow.hu-ra, azt nem tudom, hogy még fent van-e, de Pákó hangja sokáig letölthető volt GPS-nek. Ez használható volt? Ez használható volt. Ezt ebből csináltunk egy programot, és ez letölthető volt, tehát ezt leszedhetted a GPS-re. Az egyik legnépszerűbb GPS-re ez telepíthető volt, egy kézmozdulat, ami ez, nekünk egy GPS-en ez rajta van, hogy mai napig járunk fel, ha röhögni akarunk. Ez egy korrektül használható GPS, teljes hangkönyvtár volt a Pákóval. A következő hanganyag az, hogy rengetegszer megmartatok engem egyébként szinte mindenért, de például azért is, hogy túl sok... Jogosan. Mindig jogosan, mindig.
olyan jók voltatok hozzám, hogy túl sokféle fellépést vállalok el, és amikor túl sok lakodalom becsúszott, akkor a Balázs hát egy picit elkezd engem marni, hogy miért vállalok el ilyeneket? Tehát, hogy miért kell lakodalomba menni, miért kell mindent elvárni, és azt mondtam, hogy hát mert nem válogatok, hát ott is engem akarnak, ez egy megtiszteltetés, tehát megy oda is az ember, mert hát ugye nem számlás zömében. Ugye? Na, másik, ugye? Hogy zsebbe fizet. Igen, mivel nem számlás zömében, ez nyilván megy az ember. És hát készült ebből is egy anyag, mert úgy éreztem, hogy el kell magyarázzam nektek, hogy pontosan mi is áll a lakodalmi meghívások hátterében. Tisztesség, tartás, becsület, értékek, melyek évezredek óta meghatározzák világunkat. Mert van, aki nem eladó. Mert van, aki pénzért nem kapható. Na én speciál nem vagyok ilyen. Rendelje meg Lagzi Tibit esküvőjére vagy lakodalmára, és hallhatja az elhíresült mondatokat, mint például: ahol ott van Lagzi Tibi, ott a násszal nem lesz bibi. Vagy például: a hangulat könnyű, laza, garantálja ifjabb kasza. Lagzi Tibi, megrendelés vonalas telefonon. Lagzi Tibi, mert attól, hogy valószínűleg elváltok, a bulitok még lehet jó. Nem is emlékeztem. Igen, rengeteg van, amire nem emlékszel. Tehát, hogy ifjabb kasza, Tibi. Igen, garantálja ifjabb kasza. Megrendelés vonalas telefonon, ez nagyon fontos volt hozzátenni. De hát ezzel azért kiúsztam a probléma méregfogát, nem? Tehát Balázs, hogy ez alapján már érezted, abszolút, hogy ugye? Abszolút. És amikor jártál, akkor ezeket a mondatokat nyomtad is? Ez a ahol ott van Lagzi Tibi, ott a násszal nem lesz bibi. Remélem, hogy ezeket nyomtad, tényleg? Nyugtass meg. Egyetlen egy mondat van egyébként, ami minden koncertemen van, minden koncert így kezdődik, hogy akkor kezdünk az első számmal, mert a másodikkal kezdeni butaság volna. Így kezdődik. Na, mi a következő? Van egy dal, amire abszolút nem emlékeztem már, és kíváncsi vagyok, hogy nektek egyáltalán beugrik valami. Valahogy ez a fogyókúr, ez állandó visszatérő téma volt, és erről nem. Hogyhogy nem tudtunk erről leszállni. De ezt szerintem azt gondolom, jól fogtam meg ennek a dolognak a lényegét, jöjjön akkor az én kis fogyókúra himnuszom. Le kéne mennem edzeni, de ma még nem. Én értékelném az életet, ha kaptam volna Brad Pitt kéneket. Nem kéne erőltetnem az éneket, ha kaptam volna jó kis Brad Pitt kéneket. Hordhatnék MS méretet, ha kaptam volna Brad Pitt kéneket. És mindent megennék, amit lehet, ha kaptam volna jó kis Brad Pitt kéneket. Mondd, miért nem lettem dísztövény? Az bármit ehet, mégsem lesz kövér. Egy nap végül edzeni letérsz, addig meg majd megszépít a pénz. Ó, egy tök jó sovány lehetnék, hogyha Brad Pittként újra születnék. Mindegy magamért tehetnék, hogyha Brad Pittként újra születnék. De ha újra szület, bárki más lesz, lehet a magas, mint Rákóczi Ferenc. És csodádra jár majd az egész város, ha formás leszel, mint Vadon János. Mondd, miért nem lettem én sövény? Az bármit ehet, mégsem lesz kövér. De akkor lesz majd teljes csak a varázs. A mocskos gazdag leszel, mint a Balázs. Tényleg nem emlékeztem rá, ugye? Egyébként, de nem erre sem. Hiába vagy sovány, ha nem vagy mocskos gazdag, mint a Balázs. Igen, már örültem, hogy kimaradok belőle, de tévedtem. És az a durva, hogy egy gag kedvéért így csuklóból keményebb vagy, mint a Hooligans. Az utóbbi 10 évben. Ugye? Egyébként tényleg. Jó, mi a következő? Bevállaltam én magam is dolgokat, mert voltak olyan kihívások. Voltál is meg kellett élni. Igen, nekem is meg kellett élni, így van. Hogy volt egy olyan teszt, amikor le akartuk tesztelni azt, nyilván egyébként sem vagyok az évszázad legpörgőbb nyelve, de leteszteltem azt, hogy különböző... Nem, hát én azzal nincs baj, pörög, csak sokat elakad. Nem a pörögös, hanem a pörög, csak üresbe. Te szemétláda, maradj már csöndbe! Na, hogy kipróbáltam különböző részegségi szinteken, nyelvtörőket próbáltam elmondani, leteszteltük. Egyébként ekkor történt valami olyan végzetes mérgezés, és azóta akad a nyelvem akkor, hogyha iszom. Előtte abszolút nem volt ilyen. Valami átkattant? Valami, akkor annyit ittam, hogy azóta megmondom neked, azóta beszélek így, hogyha iszok. Egyébként eddig normálisan ment. Jöjjenek, 4 részegségi szintet próbáltam ki, mutatjuk őket sorba, hogy hogyan is zajlott. Bevitel, egy sör. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1...
Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse. Mert ha minden csacsi csecse csöcsű volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna. Lenin mauzóleumának a lelinóleumozása. Állj meg, vagy megvagy, vadd megy mag hadnagy. Tehát ekkor még rendben van. És az a szomorú, ez megdöbbentően jó. Hihetetlenül jó, és annyi, hogy aki a csacsi csöcse csöcse, az nem, még nem az ital, az mind én vagyok, bébi. Tehát ott nem, az, arról nem az ital, tehát ezek a légdúsajok, akik így tudnak beszélni. És folyamatosan vittem be a tudatmódosítót, nézzük, hogy hogyan haladtunk. Bevitel 2 sör 5 feles. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Nem minden csacsi csöcse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csöcse. Mert ha minden csacsi csecse csöcsű volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna. Lenin mauzóleumának a lelinó leumozása. Amerika nem a jamaikaia. Amerika nem a jamaikaiaké, de Jamaika nem a jamaikaiaké. Így már azért érződött. És túl a szomorú, hogy nem a beszéddel volt nagyobb gondom, akkor azt hittem, hogy jól mondom, az olvasással. Nézdem, Jamaika, tehát, hogy mondani még csak-csak. A hármas szint szerintem már beszédesebb lesz, itt már finom visszárú is lassan kezdett keletkezni. Jó, mi a következő? Ja. Nem, ilyen, bocsánat. Ne, kicsit túlugrottam. Kicsit ugrottam egyet. Mutatom, kísérlet 3-as szint. Bevitel 3 sör 10 feles, 2 pár virsli, kenyér. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Egy luxus zsuk sluszkulcs, meg még egy luxus zsuk sluszkulcs, sluszkulcs, az 2 luxus moszkvics sluszkulcs. Mikor a szecsuáni sincsiszoló sincsiszol Szecsuánban. A titkaka tavi taktikek, 12 titkos taktikai titka. Volt egyszer egy icipec pockos, aki pockon pöckölte a pici pockos pocokot, a pockon pöckölt. Kemény. Hát azt gondolom, itt már nagyon működik, igen. És akkor jöjjön a vége, ami az abszolút katarzis, amikor figyelj, olyan részeg voltam, hogy járni nem tudtam már, és megnéztük, hogy akkor hogy mennek a nyelvtörők. És szerintem a legjobban akkor ment. Döbbenetesen ment. Bevitel 4 sör 15 feles, visszáru 1 sör 2 virsli. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Szőrös hörcsök, szörpöt szörcsök, rátörtek a heregörcsök, inkább vegyél fröccsöt, ne szörpöt, ne törnek rád heregörcsök. Rózsaszín disznóska, uzis zacskója. Csóri csiga talán csúcsán cselleng, csalán csúcsát csipegetve fent leng, de a csalán nem tűri csóri csigasz, csiga csupasz csápját megcsípi. Észak-amerikai jamaikaiakkal. Itt már szövegértelmezési, itt már finom szövegértelmezési problémák voltak. Egy nagy-nagy kedvencem van, volt egy vélt sérelmem a Janitól. Emlékeztek, hogy ez hol volt és mi volt? Csak az volt egy pár. De volt egy olyan, amit benéztem. Szerintem vélt egy volt való, sok. Sok, csak az elmúlt 10 percben volt 2. Nem, volt egy sztori, kint voltam ugye Tájföldön, és bejelentkezgettem. És a Jani nagyon nagyot rúgott belém kint, ami nagyon fájt, és elkezdtem őt nagyon keményen pirítani visszafelé. Majd kiderült, hogy valójában nem is ő mondta, hanem a Balázs. De én addigra már kész voltam 3 hanganyaggal, amiben fölkészültem, hogy majd a Janit aprítom. Az volt, hogy ültem a robogón, és ment, osztottak engem kint telefon, és nem hallottam, hogy ki mondta, hogy úgy nézek ki, mint egy derékban elkötött szaloncukor a robogón. Ezt te mondtad. Én úgy hallottam, hogy a Jani mondta. Megvan, és amikor visszajöttél, akkor kérdeztem, és mi van? Most ezért miért kaptam? Még kint is. És nem a túrót. Úgy volt, hogy mikor én mondtam, hogy most akkor készülök a revanssal, akkor ti mondtátok, hogy ezt valójában a Balázs mondta, de akkorra én már mondtam, hogy hát srácok, bocs, a 3 hanganyag kész valami, nem most a Janit fogom pirítani, mert én azt hittem, hogy ő mondta. Bátorság próbákra mentem ugyanis, kint Tájföldön.
És ebben hát finoman meg lett említve ez a sérelem. Megirigyeltem tőletek, hogy mennyi mindent kipróbálhattok, kicsit bántottatok is, hogy nem vagyok elég kemény csávó, és készült két bátorságpróba hanganyag, amik abszolút nektek készültek. Filmszínházunk bemutatja Kassa Tibi a Kemény csávó című filmjét. Második rész. Kassa Tibi a cápák közt. Itt állok az Antarktika cápavadászhajó fedélzetén, ahol nyílt sebbel a térdemen fogok lemerülni 10 vérszomjas cápa közé, csak azért, hogy bizonyítsam halált megvető bátorságom a Jani számára. Már rámadták a búvárfelszerelést, csak a merülés van hátra. Basszus, láttad mekkora? Jó, hát én de belemegyek, az biztos. Gyerünk szépen kajázni, majd Photoshoppal megcsinálom, hagyjál már! Igen, ez is volt. Hát azt gondolom, hogy ez már elindult, de a következőben egy picit még ráerősítettem, amikor is egész egyszerűen egy oroszlán ketrezbe záradtam be magam, hogy bizonyítsak a Janinak, aki egy büdös szót nem szólt akkor éppen, és nagyon-nagyon méltatlanul kapta. Jöjjön ez! Filmszínházunk bemutatja Kassa Tibi a Kemény csávó című filmjét. Harmadik rész. Kassa Tibi az oroszlán ketrecben. Itt vagyok Tájföld egyik legnagyobb oroszlán farmján, ahol összezártak engem egy vérszomjas oroszlánnal. De én nem félek. Nem félek annak ellenére, hogy az oroszlán egyetlen harapással letéphetné a fejemet, de tökéletesen uralom az ösztöneimet. Na, Jani, például erre te nem lennél képes, bár az igaz, hogy gyerekjeggyel behozhatnálak a parkba. És itt látható mögöttem a vérszomjas fenevad. Gyerekek, mennyi nyugtatót adtatok ennek? Baromira látszik, hogy alszik. Emeld már föl legalább a fejét. Ez megdöglött. Na mindegy, nyisd ki a száját, én beledugom a fejem, csináljunk gyorsan egy fotót, aztán húzzunk innen, mielőtt észreveszik. Na. Ezzel üzentél a Janinak? Erre nem is emlékeztem. Ez volt az üzenet? Hát itt mindig bele volt egy kicsikét véve ő már, hogy egy picit próbáltam revanst venni azért az engemért sérelemért. Ugye itt volt benne, hogy gyerekjeggyel akartalak bevinni a parkba, és te erre soha nem lennél képes. Igen, hát soha nem voltál a riposztok nagy mester. Na, én csak kaptál, tudtam. Na jó, akkor most jó. Három, Jani. Jó, most mi van még? Egy picit ugye eddigre már a rengeteg tájföldi bejelentkezéssel elégettük az addig sem túl népes rajongótáboromat, mert az egyik utolsó ilyen tájföldi kiruccanás környékében nagyon kezdtek jönni azok a típusú üzenetek, hogy rohadjak meg én, hogy elmentem nyaralni. Tehát, hogy nagyon ebbe az irányba mozdult el a dolog. Úgy éreztem, hogy ki kell húzzam a probléma méregfogát is tájföldön. Született egy dal, amit azóta is rengetegen kérnek egyébként. Ez nagy klasszikus, tényleg. A dal meg szerényen csak azt a címet kapta, hogy rohadjál meg, kasza. A kasza melegben van, nekünk megmaradt a hideg. Ő mosolyog, csak bárgyú, minket megszétvett az ideg. Ráadásul nővel van, kinek elkölcse laza. Hát rohadjál meg kasza. A kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a. Kívánunk mindenked olyan bajt, miből nincs kiút, hogy lány helyett így magadévá egy nagy mellű fiút. És minden nődön díszelegjen Ádám csutkák hada. Hát rohadjál meg kasza. A kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a. Tájföld! És igen, azért ez nagyon jó. Tájföld. Igen, és egyébként ez borzasztó nagyot fordított. Tehát baromi érdekes, hogy hogyan tudja az önirónia átfordítani egyébként azt a színgyűlöletet, ami akkor már volt. Mert ezzel tudtak azonosulni a hallgatók. A gyűlölet megmaradt csak, legalább van dal, amiben ki tudják énekelni, így van. Még egyet akartam mutatni, ez most nem volt ide bekészítve, de a kitelepülések kapcsán rengeteget mentetek mindenféle ilyen óriás attrakcióra, még nyilván a jövőben is rengeteg ilyen attrakcióval készültök, és volt a nagy merülés, a nagy emelés, a nagy fáramászás, a nagy földbe bújás. Aha. És egy picikét ezt tovább vittem nektek, és egy kicsikét a kitelepülések jövőjét megálmodtam nektek. Jöjjön erről egy hanganyag, a Nagy etetés címet kapta, nézzétek meg. Costa Rica 2013. A Morning Show ismét magasra teszi a mércét. Jön a Nagy etetés. A magyar rádiózás történetében először Balázs, Jani és Feri egész reggel egy T-Rex fészkéből jelentkezik. Vagy legalábbis, amíg az haza nem ér. Jön a Nagy etetés.
Vadon élő Csali János önként vállalta, hogy bebizonyítja, a T-Rex nem gonosz. Hogy hogyan sikerült neki, megtudhatjátok az adásból. Legyen elég annyi, van üresedés. Jön a nagy etetés. Mert attól, hogy a Jani Vega még a kedvére tehet egy húsevőnek, jöjjön egy kis ízelítő az adásból. Jani mögötte! Jani! Ez kellőképpen primitív. ez a mi szellemiségünk. A Jani mögötted. Ebben fürdünk. Jani mögötted. Jani mögötted. Ha már és akkor a legnagyobb slágert hagytunk legutoljára. Tudom, az a baj, idő van. Látom rajta. Nagyon, ha a szellemiségről beszélünk, még egyet akartam mutatni. De ugorjunk rajta, majd bepótoljuk. Van egy dal, amit abszolút a Morning Show-nak köszönhetek minden szempontból. Ez ide lett készítve, igazából a szomszédokról beszélgettünk, az volt csak a téma, hogy kicsikét beszélgessünk a jó szomszédi iszonyról, és nem akartam üres kézzel jönni, és este még ilyen negyed órát támasztom a konyhapultot, összepatintottam egy dalt, ez volt a Költözzel, amit itt játszottunk le, talán akkor te nem is voltál, Balázs, amikor az volt, úgy emlékszem. Nem, én akkor szabadságot tettem ki, mert úgy emlékszem, már nem bírta tovább. Tudtam, hogy hozol egy szemét. Azt lejátszottuk akkor itt, és most azt a verziót fogjuk meghallgatni, mert akkor itt adásba került, nem azt, amit már a koncerteken is játszunk, és ez több milliós letöltést tudott elérni ez a dal, tehát konkrétan nagy slágereket meghazudtoló módon, úgyhogy egyébként soha senki nem játszott, ez csak a Morning Show durrantotta be a köztudatba, szerintem 3-4 millió körül jár már különböző linkeken, ez a bizonyos szomszéd ellenes himnusz. Igen, már régen az, ez a bizonyos szomszéd ellenes himnusz, a dal címe Költözzel. Egyszer a fejedre húzom, meglásd a kukád, ha hajnal 3-kor megint ugat a kutyád. Amikor korra reggel ébredek a flexre, olyankor anyádékkal gondolok a szexre. Hát kérlek költözzel, kérlek költözzel, kérlek költözzel, boldog is pár mást. Kérlek költözzel, kérlek költözzel, megmutatom neked a vasútállomást. Vedd észre, nem vagy te egy honfoglaló tatár, a kerítés nem csak jelkép, az a telek határ. Tudom én, hogy éhesen az élet bizony kemény, de az a fa, amiről te almát lopsz, az enyém. Hát kérlek költözzel, kérlek költözzel, kérlek költözzel, boldogítsál mást. Kérlek költözzel, megmutatom neked a vasútállomást. Mikor a zaj miatt már 80-szor szóltam, a lelki szemeimmel láttalak már holtan. Hogyha csend lesz végre az állandó zaj helyett, ígérem, én sem fűzgélem tovább a nejet. Hát költözzel, kérlek költözzel, kérlek költözzel, boldogítsál mást. Kérlek költözzel, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó szomszéd és kérlek költözzel, boldogítsál mást. Fogd a flexed és költözzel, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó és költözzel. Tibi! A könnyeimmel küzdök, fáj a búcsú, de megmondom őszintén, egy párat nagyon szívesen alszok most így nyáron keddenként. Rátfér. Ugye? Pihenjél, koncertezzél, állj helyt máshol, és aztán abszolút, összefolytatjuk. Akkor így van, várlak benneteket, addig is gyerekek, keddenként egy nagyot alszok, és majd gondolok rátok, amikor ti korán keltek, jó? 4:40-kor én meg fölhívlak minden reggel, hogy nyugodj meg, Tibi, már fent vagyok, és úton vagyok. Balázs, már fölébredtél, fönn vagy? Csak csörögtem, hogy fönn vagy-e? Akkor visszafekszem, igen. Tibi, köszönjük, jó? Hozd majd az új dalodat, ha lesz ilyen a következő két és fél évben valamikor. Nagyon várunk. Hozd be azért, behozhatod.
akkor gyere, lejátszuk mi itt reggel, aztán a többiről a rádió dönt, de mi játszuk reggel. Jó, egy-két üzenetet töröljék ki majd a telefonodból, hogy át tudjuk küldeni a hiányoló SMS-eket. De drágák vagytok. És nyilvánvalóan most nyáron nyilván úgy fogtok elengedni, hogy ahogy vége a megszólalásnak kapom tőletek az ajándékokat, ezt már a hallgatók nem fogják hallani, de itt van nálatok valami exkluzív és értékes. Így van. Tibinek köszönjük szépen, ősszel találkozunk. Tibi, nagyon-nagyon. Köszi neked még egyszer. Ciao, sziasztok. Ciao, hello. 5 perc, pontosan 3-4-10 múlik, majd 5 perccel. Na, mennyi az idő, Jani? Időt kérek! Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 6 perc, elmutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Korra reggel felhívtuk Rékasi Karcsit, hogy meséljen nekünk arról, hogy hát mi történt az ő kertjével, mert hogy betörtek hozzá, és a frissen kiültetett, szépen rendezett kertből elloptak minden növényt, ezt ő föltette a Facebookra, aztán meg belerúgtak, hogy egyébként milyen rossz színész, miért károk, hogy hozzá betörtek, és másnak is milyen jó lenne, ha ez lenne a legnagyobb baja. Szomorú magyar valóság, de kicsit erről beszélgettünk, hogy hát igen, milyen dolog ez, hogy az embertől lopnak, és aztán még bántják is, pedig nem csinált más, csak egyszerűen szépen berendezte a kertjét, és ezt feltette az ő Facebook oldalára, felhívtuk, és megkérdeztük, hogy mi is ez a történet pontosan. Valamint beszélgettünk sokkolókról, mert hogy ugye hát sokkolót kaptak a parlamentben az őrök, és arról beszélgettünk, hogy vajon mire kellhet nekik egy ilyen sokkoló, és kint kellene kipróbálni. Az ülésteremben természetesen nem használhatják, ott egyébként a legdurvább szituációkban is csak testi kényszer alkalmazható, viszont a büfében bármi megtörténhet. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 óra van, pontosan hívjuk a nap hallgatóját már is, és ha mondja, hogy Morning Show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Reméljük mondja. Nincs továbbra sincs szerencsénk. Jó, hát ha nem. Még egyet. Jó. Megpróbáltuk. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Milyen zeneid vannak, Csabi, kábre meg zenék ma reggel? Madonnát hozok nektek, mert mindig reklamálsz, hogy nem ismered az új előadókat. Hozok egy régit, egy új dallal. Ráadásul kötődik majd a keddi délelőttökhöz. Olyan lesz ez a stúdió, mint egy ilyen szellemváros Tibi nélkül. Mondtátok neki? Azt mondtátok, hogy szerintem örül visszajöhet? Na, hozom a Madonnának a Ghost Town című nagyon-nagyon klassz slágerét. Hallgassátok meg, mert tényleg jó. Meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, itt lehet tőle dalt kérni, tegyétek meg bátran, várunk friss közlekedési híreket is, hadd segítsünk azoknak, akik úton vannak, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!